Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel. Jó reggelt. Kívánunk mindenkinek egy kis tapsa végén. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Szerda van, ez ugye mindig megállapítjuk, hogy a legnehezebb nap. Igen. A félidő, a holdpont, a kilátástalanság, Marianna árka, és aztán talán egy kicsit ez túlzás. Ennyire nem reménytelen a helyzet. Aztán jön majd a csütörtök, és utána már célegyenes. Ugye? Viszonyám, egy jó kis hétvége. Jó kis hétvége, jó kis idővel. Aztán pedig egy jó kis kitelepülés. Jó kis kitelepülés, így van, Sopronban kezdünk. Mindig hallgatom a promót, és miért mindig mérgelődök, hogy miért nincsen benne a helyszínek. Sopron, Deák tér. Május 11-e. Ugye, mert hogy mi ezt mi reggel mondjuk, de hogy egyébként meg napközben meg nem annyira. Szóval majd beletesszük. Hát ha napközben is hallgatnak olyanok, akik kijönnének, és nem tudnak felmenni a klassz.hu-ra. Sopron, Deák tér, itt kezdünk, jövő héten hétfőn, vagyis most már csak néhány nap, és találkozunk soproni hallgatóinkkal. Á, gyerekek, én várom. Én szeretem a kitelepülést, tényleg. Aztán Kecskemét, Deák tér szintén, jövő héten kedd, egy hét múlva pontosan Baján leszünk, a Tóth Kálmán téren, legyen az bárhol is biztos, hogy megtaláljuk, és Salgó-Tarján főtér, ez a vidéki állomások sorrendje, és aztán Budapest, jövő hét péntek, Árkád üzletház. Persze, anyám, hát jövő héten ilyenkor én már túl leszek a tejfölös túrós gyufatésztámon. Hogy lehet az, hogy egy ember csak ezért akar kitelepülni, ez egy legenda, menni, egy tésztáj, hogy egy gyufatésztát tejfölel. Ha van, levetteni rád egy üres tésztáért ennyire rajongani, tehát ennyire központi kérdés, az evés, ez döbbenetes. Ez egy legenda. Aha. Az én életemben, ez a bizonyos gyufatésztás halászli, amiből a halászlét ugye már nem fogom elfogyasztani, de a gyufatésztát igen. Valamikor annak idején, de hú, de régen volt, amikor a 90-es évek elején ettem ott egyet, és az nekem annyira beégett valamiért. Ne tettünk rá az emléket, nem? Mert most az van, hogy francba. Halászlevesen már nem ehetsz, hát ugye? Már igen, és te annak már idején úgy etted, az éged be. Most odamész, és ha kikapunk egy rossz gyufatésztát, ami nem házi, nem friss, akkor mi lesz? Nem kapunk, jó helyre megyünk. Jó helyre, hát reméljük, hogy jó helyre. A gyufatészta nem is annyira halászlé volt, mert azt ettem rengeteg a gyerekkoromban. Apám nagyon jól csinálta, de ez egy gyufatészta, amikor kihozták, és arra gondoltam, hogy úristen, megint valaki ki... Mi a franc van ebben? Mi ez? Igen, mi ez? Ha érte valami konyhai hulladék, aztán nem kiderült, hogy így csinálják azon a környéken, és egy csoda volt, komolyan mondom, egy csoda. És akkor most mire gyúrsz túró tejföl? Na, persze, jó az, igen, meg szójapörc. Aha. Jó is, ami nyilván nem lesz. A Sopronban megvan már cukrász, de hova mész? Persze. Hogyan volna meg? Mikor kiderültek a helyszínek, már kaja túrát állított össze, Jani. Hát embernek az evés körül ennyire nem forog a gondolata, mint Jani, hogy megvan a cukrászdák sorrendje, hogy mit eszik vasárnap, mit eszik adás után, miből csomagoltat hétfőn indulás előtt, mit eszik meg a vonaton, és mit adod a majd hétfőn, vagy pénteken a családnak, ha találkozik velük újra, mert addig az elállt. Tehát, hogy itt nem egy cukrászda, mint egy lista van. Figyelj, én árnyékra nem betődöm. Ez igaz, mondjuk egy hülyeség is lenne, hogy elmegyünk Sopronba, és nem tudsz enni egy jó ízét, gesztenye szívet. Óriási csalódás lenne, de tudok. Elmegyünk majd abba a jó kis étterembe. Sopronba. Ahol tavaly nem voltunk, hülye vagyok, három bizony. Hát tavaly nem voltunk, két vagy három évvel ezelőtt voltunk, igen. Én akkor láttam Felit, és először szerintem utoljára spárgázni. Bizony. Majd most megint megmutatom, azóta ugyanolyan jól vagyok benne. Ó, micsoda spárgát ettünk ott. Az egy jó kis hely. Na, szóval, hogy nagyon várjuk, drága hallgatók, tele vagyunk nyereményekkel, egy csomó mindent lehet nyerni, majd erről is beszélünk ma még egy kicsit, mert eddig ezt nem mondtuk, a spotban benne van, de hogy ugye nem mondtuk, hogy mit is lehet nyerni, mivel készülünk, milyen ajándékokat viszünk, magunkat visszük, relikviákat, egy csomó mindent. Úgyhogy, és az időnk is úgy néz ki, hogy jó lesz, nézegetem, kicsi visszaesés jön majd vasárnap, de nem ez a 16 fok és szakadó eső, amiben egyszer belenyúltunk, és volt pár napig szörnyű időnk. Győrben, hogy be kellett menekülni, igen, az Árkádban, emlékeztet. Az egy kemény turné volt, igen. Úgy néz ki, hogy jó lesz az idő, mázlink van, úgyhogy minden adott a turnéhoz. Így van. Azt már megszoktátok, amikor megyünk, akkor mindig viszünk a kitelepülésre különböző játszóeszközöket. Most is lesz. De nagyon bőven viccesek lesznek. De... Csitben még mi sem tudjuk, ugye? Hallottunk már róla. De rengeteg szeretetet, rengeteg relikviát, rengeteg ajándékot és rengeteg ölelést viszünk a testünkben. Ezeket is majd átadjuk. Aha.
Ha már megnézem azért, ahogy te ölelgetsz, mert azért, hogy mindenkit egyenként azért különböző hát ígéreteket ne... Érted, Ferinél van legalább 10-15 ölelés, nálam olyan 5-6, nálad meg egy. Mert hát, ha a gyerek is jön. Igen. Na mi volt tegnap, kivel mi történt? Valami kis rövid. Megjött? Sányi úr. Na, akkor egy darabig nem írhatsz hozzá. Érted? Na. Végre, amit vártam. És? Hát egy csekk volt benne, azt egy rohadt büdös szó se arról, hogy mennyivel tartoznak. De te ezt érted? De várj, mi időt szólt a csekk, mert mindenki egy összeget kap. Így van, de én nem kaptam összeget. Igen. Nekem még a hitelem megvan, ugye? Tehát igen. Én nem végtörlesztettem, nem fizettem, és mint a messiás vártam, és ráadásul úgy szokott lenni, hogy mindig előző hó 25-én küldik a csekket, a havi törlesztő részletet. A havi törlesztőt, hogy az harmadikáig be kell fizetni. És most nem jött. És én azt gondoltam, szerintem jól, de javítsatok ki, hogy azért nem küldenek csekket, mert még ő se tudja, mit írjon rá. Mert most kiszámolja, hogy mennyit ad vissza, és kevesebb lesz a törlesztő. Ne, hát, nem. Feri, az egy Bianco csekk, ez arról szól, hogy annyit írhatsz rá, mennyit akarsz. Ez egy gálás juttatás a családod irányába, a Csányi család. Nem, sajnos ki van töltve, és én így vártam, érted? Így vártam ezt a májust, hogy nem érkezett meg április végén a csekk, tehát nyilván megjön az elszámolás, meg tudom, mennyit írtak jóvá, meg tudom az új részlet. Tehát, és kevesebb lesz a törlesztő. És boldogan. Tegnap megyek haza estőn, 5-re hazaértem, megmondtam a békának, hogy ne nyúj a postaládához, én akarom kivenni, ha jött bármi is, ne nyúj hozzá. Kis kulcsa kinyitom, ott volt az OTP. És tudod az, amikor nem téped szét a borítékot ott lent a helyszínen. Felmész. Hanem felmész. Főzöl egy teát. Csinálsz egy meleg szemlicset, a boríték ott van az asztalon, nézed, mindig nem nyúlsz hozzá. És tényleg ez van. Hagyjatok, a dolgozó szomában lesz, de hát lesz csak egy egyszobás lakás. Nincs egy dolgozó, nem baj. Akkor háttal ülök nektek. Nem, a srácok még a játszótéren voltak az anyukkal, főztem egy kávét, kiültem az erkélyre, rágyújtottam. És azt mondtad, hogy na most megvagyom. Most, Most, aztán. Föltépem. De a jobb oldalról balkonról behajolt a szomszéd. Na, mit kaptunk? Na, akkor, hogy menj legalább egy pár pillanatra. Én lombardos vagyok, nekem nem jött semmi, remélem neked se, mondta a szomszéd. Igen. Feltépem. És? És a csekk van benne. Azt ennyi? Tehát amit be kell fizetni. Ne, a és kevesebb? Nem, egy fillérrel sem. Mindig ugyanannyi? Nem, változó. Változó? Változó. De nem sokat változik, és lefelé szinte de soha. Hogy a fenében van ez? Nem tudom. Nem tudom, azt nem tudom most, hogy mit csak, most hova forduljak, most menjek be. Ombudsmanhoz. Menjek be Csányi úrhoz. A papához. Ombudsmanhoz. Hát figyelj, nem, valami volt, én olvastam a portfólión, hogy valakik még késnek, meg nem azért nem küldik, meg még itt van valami dolog ebben az egészben, de nem tudom pontosan. Lehet, hogy holnap megérne egy kört egyébként, hogy kicsit foglalkozzunk ezzel. Mármint úgy értem, hogy szakértőt már ezzel nem készültünk, de holnap, hogy mi van, ha valaki nem elégedett, mit tud csinálni, hova tud menni, ha nincs hogy változás. Tud utána számolni, mi van, ha nullásat kaptál, lehet-e, hogy a tiéd az mondjuk egy nullás, vagy annan nullás papírt kapott, azért az szemtelennek tűnik, de aztán lehet, hogy van benne igazság, én ezt nem tudom. Minden esetre nem telefonáltál? Nem. Nem, este volt már 5 óra. Ja, hát akkor már nem lehet annyira, már nem lehet rácsörögni. Nem tudod, mindig kinyom. Amikor 5-kor hívom. Sose szereti, ha nem munkaidőbe zavarod, azt tudom, hogy ezt nem szeretem. Ezek a nagy emberek már esnek, ki tudja, mit csinálnak, érted, lehet, hogy szánkozott valahol. Így van, úgyhogy azért én sem mertem, mert mire a nagy vastag kesztyűvel előveszi a telefonját, belejti a bomba. És akkor lehet, a következő jövő. Hát most semmi, most majd ma elkezdek nyomozni. Várd meg a következő csekket. De nem várom, mert akkor kicsúszok a határidőkből. Nem, hát azt utald el mindenképpen, mert akkor azt is megterelik ezzel az. Persze. Azt mindenképpen utald el, de érdemes utána nézni, hogy miért nem kaptál. De azt hiszem az OTP-sek egy részével volt valami kavar. Mondom, olvastam portfólión, csak nem emlékszem, hogy mit olvastam. Jó, majd megnézem. De nem tudom, hogy a többiek hogy vannak, kedves taktársak, odakünn a világban, hogy nektek megjött-e, vagy van-e ilyen, akinek ugyanígy nem küldték. Nekem egyelőre nincs. A nullások hallgassanak. Na mi van a nulláskám? Neked már megvan. Nulla. Nulla, Lombard, nem? Lombard vagyok, igen, meg is indokolták ők tulajdonképpen. Nem számítok fogyasztónak, ennyi. De mi vagy? Nem vagyok fogyasztó, mert nem tudom igazolni azt, hogy én ezt a gépjárművet, amit vettem, hogy nem haszonszerzésre használtam. Azban ez nekem már túl bonyolult. Micsoda, hogy ez egy lehetség? Azért ad nullát, hogy nem vagyok fogyasztó. Tehát én nem
nem autókázni vettem, nem családi autó, hanem lehet, hogy te pénzt kerestél vele. De csak hogy utólag akarnak belenyúlni. Hát de nem nyúlhatunk bele utólag szerződésben, akkor meg azt mondom, hogy ti meg nem vagytok bank. Na de várjál, ez hát most ez a ti nevetek van, egy személynek a nevén van, vagy pedig egy vállalkozásnak a nevén? Dehogyis, személy nevén van. Ezzel utasított el mindenkit a Lombard. Tegnap címlapon volt a hogy azt mondja, hogy te mondjuk ételkiszállító vagy, tehát te pizzafutár vagy esténként a kocsival. De ez nyilván azért ez így ebben a formában. Hát ez egy baromság. Hát, ha néhányan csinálják is, azért ez így nem állja meg a helyét. Hát nem néhányan, én szerintem ez elenyésző. És hát ügyvédhez fordultatok? Hogy most még kivárunk, mi lombardosok. Együtt vagyunk. De nagyon szakszervezeti gyűlés van. Kivárunk. Hát nincs értelme, mert itt valami állásfoglalás kell azért, hogy úgy mondjam a kormány részéről. Plusz, aha. Plusz nincs nagyon kivel beszélgetni. Mondanám, hogy bevitték. Szerintem az nem ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz a kettő. Nem. Ez névazonosság. Ez egy másik Lombard. Igen, ez egy névazonosság. Az nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Nekünk még van remény. Ne keltsük rossz ideget. Igen, azért ne sebezetek. Ne mossunk össze mindent mindenre, az egy másik Lombard, csak hasonló a név, igen. Szóval mindegy, ezt akarják, hogy mi nem vagyunk fogyasztók, és akkor, hogy így nekünk ezt nem csak. Hát van egy szerződés, amiben, hogy ez így utólag nem lehet belenyúlni. Akkor szerintem ők meg nem bank, mondom. És akkor hát beszélgethetünk erről. Én nem vagyok fogyasztók, meg nem bank. Aha. És akkor menjünk így bíróságra. Ez nem jó, mert ha azt mondod, hogy nem bank, igen, akkor elő azt mondja, hogy oké, nem vagyok bank, tehát én nem adhattam neked hitelt, úgyhogy nem adtam hitelt, úgyhogy nullával tartozom. És nincs több érve. Na majd lesz nekem egy nagyon jó ügyvédem, akinek lesznek erre érvei. Nem, most ki kell várni szerintem. De egyébként Balázs, ez tényleg így van, hogy te mondtad, megjött a levél, tudod, oda tettem egy kávét, olyan szépen vált, tényleg így volt, tényleg így volt. És vártuk, és fölpattintottuk, és akkor mondta Péter, hogy ő nulla. Mondom, jó volt viccnek. Kezdjük előről, hogy mit írnak benne. Jó, de hogy mi van nulla előtte? Igen. Nekem azért volt kellemes, mert én nem számítottam levélre, mert én elfelejtettem. Meg én de nem is tudtam, hogy az autóhitelesek vissza, az autóhitelesek is kapnak vissza, és nekem még az előzőm az valahogy hogy euró alapú volt. Na Jézusom, impulsz leasing, mondom, úristen, még biztos kiküldenek egy törlesztőt, mondom, most még megpróbálok valamit bajtani rajtam, tehát föltépem a borítékot, becsukom a szemem, ordítok egyet, mennyi? És ránézek. És azt mondja, hogy az önnek az egyelege plusz valami. Visszahagytam a borítékot, én utána főztem le a kávét. Én kaptam az erkélyt. Igen, és megint kinyitottad, és úgy csináltad, és eljátszottad meg, hogy igen. Na, kaptam valamit, ez impulsz. Mázni volt, és én talált pénznek gondoltam, mert nekem nem volt ilyenem, vagy én nem tudtam, én azt hittem, hogy a lakásról szól ez elsősorban, és hogy az autósokat ez nem érinti. És visszautaltak egy szabad szemmel egészen jól látható összeget. Majd odaírták, hogy ha nem tetszik, akkor javítson ki, tiltakozom, mondom, gyerekek. Azért telefonálni, nem akarok tiltakozni. Nem, köszönöm. Nem tudom, hol lehet, nem tudom, kivel tudom átnézni. Köhögjétek a gubát Balinak, talált pénz, mondom, gyorsan. Még aznap tanú, két tanul, szomszédba átmegy, te is tanulsz le, macska új lenyomat, oda nyom, mi amit lehet. Beszkennel. Szájba elvittem a izréig, a Lurdi házig, bedobtam a postaládába, majd felhívtam őket, hogy megkapták-e. Úgyhogy nekem ilyen talált dolog volt, de mert jó. Én nem számítottam, jó. Nem számítottam rám. Nem volt ilyen nagy várakozás. Istenes vagyok, mert nekem van ismerősöm, aki Bencére a Lombardtól kapott, hogy fizetnie kell. Nem, neki még kell. Ja, hogy ő is várta a levet, és ő kapott, hogy neki még fizetni. 2,5 milliót kell még fizetnie. 3,6 milliót vett föl kocsira. 5-öt már visszaadott, és még 2,5 még. Ez volt a levél, és leült, és mondta, hogy Anna, mennyit kaptál? Én nullát. Akkor vezetek. Mondom, miért? Neked adnak vissza. Aha, 2,5-et kell fizetnem. Mondom, hogy milyen 2,5? 2,5 milliót. De ez azt nem, hogy de nem itt meláttam a levelet. Fölvettem 5-öt, visszafizettem 7-et, és még van 4. Tehát, hogy én vagy fölvettem 3-at, visszafizettem 5-öt, és még van 7. Tehát igen. Olyan dolgokat hallok én is nap, mint nap, akikkel így beszélgetek, ismerősök, haverok, hogy az valami elképesztő. Az valami elképesztő. Szóval majd mesélek, hogyha jó, lesz hát belőle valami. Ezt a csatát. Persze, szerintem holnap lehet, hogy rövid ideig foglalkozunk ezzel mi is. Szerintem rengeteg kérdés van, csak úgy, hogy gyorsan helyre tegyük ezt. Nagyon tudom, jó hét lenne. Hét után egy szakértővel, hogy mi van, ha ezt kaptad, hova tudsz menni, ha nem tetszik az elszámolás. Figyelj, nekem elküldték, akkor még ti nem kaptatok ilyen elszámolást. Le kell kérnem nekem, 5 napon másfél van. Másfél oldalon keresztül érvelik, hogy tudod kiszámolni. Esélytelen. Nem tudod kiszámolni, de nem tudod kiszámolni. Én úgy elvesztem a részletekben, és akkor ha nem tetszik, akkor az MNB, és akkor ide fordul, oda fordul, mondom, gyerekek, nagyon tetszik. Bármennyivel vágtatok, vagy nem vágtatok. Mindegy, ez jó. Nagyon tetszik, nem tudok se perelni, se időm, se energiám. Várjál, nektek, hogy ez most jó. Tehát, te szoktad mindig mondani, előszeretettel, és teljesen jogosan, hogy az országnak fel kell nőnie. Ebből a szempontból is.
végigolvasod, és holnapra megtarolod. Ennyi. Bejössz, de gondoltam is, hogy behozom. Visszamondod. Csak mondom, nem hergelem azokat, akik még esetleg nem kaptak, nehogy úgy tűnjön, hogy én most már itt ezzel itt így vagánykodom. Másfél oldalon keresztül írják le. Olvasd csak az, a mi számításunk és az ön, és az ehavi, és az ahavi, és a bubor, ebor, a bubor, kukor. És mondtam, főz le félített kávét, egy tálca süteményt, akár és kezdte kibogozni. Köszönj el a családtól, aztán pedig ülj ki szépen a teraszra, olvasd végig és bogozd ki. Nekem egyetlen egy érvem van a nem bankom ellen, hogy, és nem vagyok ügyvéd, meg se jogász, csak így józan paraszt észre, hogy van egy lista, amit ugye kiadott a kormány arról, hogy melyik bankoknak kell elszámolni, hiszen tisztességtelen üzleti magatartás folytattak. Rajta van a Lombard. Tehát innentől kezdve nem értjük mi, lombardosok, hát, a nullát. Hiszen biztos. Rajta van azon a listán, hogy tisztességtelen magatartás folytattak. Biztos, akkor, hogy lesz valami annak. Mert ugye az van, hogy jogkövetően jártak el, tehát ők ezt írják a levélbe. Akkor nem lennének a listán. Igen. Na, mindegy. Jó, holnap folytatjuk. Engem nagyon jó. Érdekelne. Igen, köszönöm a segítséget. De nem, elsőben nem ennek rólad szól a dolog, hogy neked segítsünk, de neked is, persze. Engedd meg, hogy ez rólam szóljon egy kicsit. És hallgatóinkról, akiknek baja van ezzel a dolog, holnap néhány mondatban egy szakértővel ezt helyre tesszük, hogy mit is kell csinálni. Pontosan. Mi a helyzet a játékunkkal? 2-0. Azt tudom, hogy tegnap ezt tettem. Egy-egy. Én hétfőn nyertem. Én ezt tegnap egy-egy. Nem is vettem ezt az előnyt, így van. Akkor lehet jelentkezni játékra. Jó, szerda van, ez mondjuk nincs összefüggésben azzal, hogy lehet jelentkezni játékra. Gyorsan nézzük meg, mit írnak a hallgatóink. Nehogy azt érezik, hogy elhanyagoljuk őket így korán reggel. Hajdúszoboszlón a non-stopnál van egy trafi, ezt még 6 óra 3 perccel kaptuk. Köszönjük szépen. Aztán borozókat, éttermeket kapunk, hogy melyik városban hova menjünk. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. M3 127-es kilométernél defektes kamion a leállósában. Pisti üzente ezt nekünk, és igen. Június 15-ig küldheti az OTP a levelet. Ezt írták neked. OTP KNTH július, illetve június 15-ig küldje a leveleket, mert a perük elhúzódott, ezt Viki is. Hát elküldtem, mondtam, hogy én olvastam valami hasonlót a portfólión, csak nem akartam hülyeséget mondani. Igen, hogy van egy néhány banknál, ahol engedélyezett a csúszás. Mert... Azért, mert ők pörlekednek, az engem érted. Hát nekem küldje ki. Nem? A gyország meg. Hát még egy kicsit, várd még egy kicsit. Hát, nézd a postaládát még egy kicsit. Hát nem akarom az izgulást. Hát pörölje az MNB-t, vagy akit akar, de nekem küldjön papírt. Gyűjjönnek, megérkezik. Becsülj meg minden percet, amit a családodtól távol tölthetsz, érted? Majd jön megint egy levő, megint kimész, majd teraszra, érted? Kicsit egyedül leszel. Kávész csak a teraszon, aztán terasz, megjön az a levél. A smogban. Na, drága Morning Show hallgatók, várjuk az SMS-eket, aki játszana és arcoskodna velünk, nyugodtan tegye meg, küldjetek SMS, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk és játszunk, és hogy is állunk pontosan? 1-1. 1-1 van. A heti meg 13-2. 13-2. Hát gyorsan kozmetikáztad. Mi? Joggal. Hát ugye ez hát egy ilyen... A tényeket hát eltagadni, a János. Még nem is van egyébként. Nem én lennék. Hát nem, mondjuk ez is igaz. És dicséretes az önkritik. 13-2. Na megnézzük. Hozzá. Megnézzük, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia! Mária, nézem. Csilla, hello Csilla! Szia! Honnan hívtál minket, Csilla? Én Szexárdról. Oh. Hát, sajnos Szexárra nem megyünk most. Voltunk. De, voltunk már. Voltunk. Igen? Igen. Jó is volt. Igen, 2 évvel ezelőtt voltunk. Jó, jó kis borosztunk este. Hát igen, a szexádi borok híresek. Nagyon, nagyon klassz. Csilla, mivel foglalkozol? Hát én bőröngyárban dolgozom. A Samsonite márkát ismeritek, gondolom. Oh. Slippy, slappy, sloopy. Így van. Mr. Samsonite. Így van. Ja, hogy nem. Ezeket szereled? Igen. Samsonite bőröndöket szerelsz. Aha. Melyik rész a tiéd? A te teszed rá a guruló kereket? Nem, én a teljes komplett táskát összerakom. Tehát már 2 táskát. De most tudtam, hogy ezek itt készülnek, ezek Magyarországon készülnek, már minden nálunk készül. Nálunk készül. Igen? Akkor miért nem olcsóbb? Hát, hát, az... hát
bemegy darabokba, és tőletek már egészben jön ki? Igen, igen, a teljesen kész táska, átvéve, becsomagolva, tehát innen már külföldre szortírozzák szét. Nagy hatalom vagyunk. Legalább mi kapnánk egy kicsit olcsóban, nem? Ha már nálunk. Ha már nálunk készül. Mi kapunk, mert nálunk van ilyen belső kedvezmény, de attól még nem nagyon megy be. Hány százalékot kapsz? Hát ő 40-et. Hoppácska! Telefonszám elmentve. Nem. Nem százalékra van, ez úgy van, hogy kapnak, csak nem vihetik ki a gyárból. Aha, csak bent használhatják. Te bent, lemeltek ide-oda, csak nem vihetik ki a gyárból. Hát ti hova? Igen. Csak a büfébe. Évi három táska a keret, használhatják nyugodtan, egy szabály van, nem lehet elvinni. Nem lehet. De elvihetjük egyébként, olyan lehetőség is van, hogy kapunk kölcsönbe. Igen, is. Nyilván kölcsönbe is. Humorizáltam. Igen. Jól van, hát kivel szeretnél játszani? A Janival. Janival, jól van, Csilla. Oké, el is indítjuk a játékot, jó? Hogy legyen időnk másra is. Mehetünk? Persze. Akkor 3-2-1-es, tessék. Na, Csilla, készültél rám? Nem. Akkor hát tényleg nem. Vagyunk. Egyébként nem hazudtál. Ne, tényleg nem. Most szóval, hogy tényleg nem. Szép potamin! Amikor van kedvem játszani, akkor mindig ilyen két másod. Fenej. Hát Csilla, valóban nem készültél. Valóban nem. Már nem elindítom az órát. Az elalvással kezdődött a nap, úgyhogy... Hát igen. Ezt hamar bedurantottad. Hamarabb is, mint ahogy vártuk. Megjött a főnök, valaki megzavart, vagy egyszerűen csak... Nem. Ennyi nem. Volt benned ma reggel. Hát úgy látszik. A ravasz kérdés. Igen. Oda szorított a sarokba. Bizonyám, ez egy nagyon jól átgondolt, nagyon ravasz kérdés volt. Mert a Jani még ki volt pihenve a játékra, ti már játszottatok, ő még nem, és ez azért van. De ki is voltam hegyezve, tehát most igazából egy nagy játékot szerettem volna. Nagyon erre. Bizonyítani akartál? Igen, igen. Hát részben azért, hogy aztán később majd Csillával tudjuk beszélni adáson kívül, hogy akkor legyen mondjuk az 30%, akkor a 10-et megkapja ő, a 30-al olcsóban kapom én. Tehát, hogy mindenkinek jó. Igen. Csilla, köszi a játékot, ez gyors volt. Én is köszönöm. Szia. Hello. Valaki azt írja, hogy az alkatrész Belgiumból jön. Ez milyen érdekes. Itt szerelik Belgiumból, jön itt, összerakják, és megy vissza külföldre. Te vagány. És még így is megírja nekik, hogy oda-vissza utaztatják Európába. És még így is, igen. Hát gondolom, nem ilyen haszonkulcsa dolgoznak, nem? Most bármi azért, persze jó minőségű, de hogy azért egy ilyen bőrönd azért megvan X-ből, és hát azért aki vett már Samsonite bőröndöt, az tudja, hogy, hogy egy kisebb közép kategóriájú autó áráért tudsz venni mondjuk egy bőrönd családot igazából, de minőségre egy. Nagyon jó. Minőségre rendben van. Na, egy érdekes témával folytatjuk majd Ákos hírei után. Ugyanis úgy néz ki, hogy tovább gyűrűzik a lehallgatási botrány, és ez mindig nagyon érdekes, mindig nagyon szövevényes, hogy egy kicsit foglalkozunk mi úgymond külpolitikával is, mert hogy állítólagosan, ugye azt tudjuk, hogy az USA lehallgatta Merkeléket, és ebből néhány hónappal ezelőtt baromi nagy balhé volt, Merkel kikelt magából, és azt mondta, hogy a barátok nem hallgatóznak, és egyébként is az amerikaiak menjenek a fenébe. Mi az, hogy ti lehallgattok bennünket? És kiderült ugye, hogy Berlinben különböző épületeknek a tetején tényleg az amerikai titkosszolgálat hallgatta Merkelt, a mobiltelefonját, a személyes levelezését, és óriási diplomáciai kavarodás lett belőle. A klotyót. Igen, és Merkel azt mondta, a barátok nem hallgatóznak. Na most kiderült, hogy Merkelék viszont lehallgatták Sárközit. Hát, te nem is barát. A történet szenzációs, mert az amerikaiak a németeket, a németek pedig amerikai segítséggel a franciákat. Tehát teljes kavar van, mindenki mentegetőzik, óriási a sztori. De nem mindenki felé, tudod. Ti rohadtak, lehallgattatok még, ti meg lehallgattatok a francia, jó, de nem titeket! És hát most Merkel szorul, mert ő volt az, aki a leghangosabban tiltakozott az amerikai lehallgatás ellen, viszont most ugye hát fel kell állítani egy parlamenti bizottságot, vizsgálni a dolgot, mert közben kiderült, hogy bizony rengeteg telefonszámot, IP címet, és a francia köztársasági elnök hivatalát, a külügyminisztériumot, az Európa Bizottság irodáit, mindent megfigyeltek a németek. És ráadásul amcsi segítség? Ráadásul az amerikai segítséggel, így van, mint egyébként három hónap ezelőtt felháborodva, hogy milyen világ ez, ahol a szemét amerikaiak megfigyelik a németeket. És kezded a Bundestagba ülés napján. Srácok, most nem itt fogunk ülésezni, kimenjünk ide a rétre az épület elé. Nem ilyen, mert szép idő, vagy most legyen, lehallgattak minket. Igen, úgyhogy felhívjuk a mi drága szakértőnket, a tanárurat. Oh. Zárójel. Mr. Zárójel, Mr. Nógrádit. Mr. Testosteron, így van. Egy kicsit örömet szerzünk neki Annával, és aztán megkérjük, hogy meséljen nekünk erről az ügyről. Mi most a jelenlegi helyzet? Ki mit mond? Hogy mentegetőzik? Mit olvasott ma reggel? Mindig élvezetes őt hallani egyébként, imádom. Ahogy beszél. Szóval ki kit hallgat le. Ezzel folytatjuk majd Ákos ide után.
folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 13 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, szerda van, kitartás, ez egy kicsit nehezebb nap talán, de egyébként hamar eltelik ez is. És hát az időjárás segít bennünket, mert hogy jó idő van, ha valaki most készül elindulni, nyugodtan elég a póló, a kis szoknya, a kis nadrág, a magas sarja, a magas sarkú, és a férfiaknak pedig még több szoknya. Úgyis se húzzatok, Oswald Marikáról is időnként lemaradom, hogy olvasok pár héttel. Nincs is azzal a baj. A hollywoodi sztárok se hordanak már nagyon bugyit, pont most olvastam valami bulvárlap, hogy már nem divat egyszerűen bugyit hordani, és hát minimum egy villantás. Robert De Niro se hord. Például, igen, pedig régen előszeretettel hordott, igen. Most már inkább az alsó nadrágra szama. Mickey Mouse-os rózsaszín tangákat, de most már állítólag ő sem hord, így van. Most láttam, képzeljétek el, egy klasszikus alsógatyás képet Robbie Williamsről. Fölvette a tigrisest. Nem, volt neki, volt az egyik videóklipjében volt, hogyha emlékeztek, egy nagyon klasszik ilyen kis alsogatjája, amin egy tigris volt elől, ugye, a parancsoki oldalfegyver, illetve előfegyver öklelőrút előtt, és azt most visszavette. De egyébként vele kapcsolatban van egy másik hír is, és azt gondolom, hogy esetleg bele tudnálok rántani benneteket egy ugyanilyen kezdeményezésbe, mert hogy ugye arról van szó, hogy csatlakozott egy olyan nagyon pozitív üzenetű kezdeményezéshez, aminek a lényege az, hogy ha időben észlelik, meg hogyha rendszeresen járnak szűrésre a férfiak, akkor adott esetben a prostatarák, meg az egyéb ilyen alsótesti problémák megelőzhetők, és igen, erre ő úgy hívja fel a figyelmet, hogy egy fotót felrakott az Instájára, amin 100 zokniban zoknis látható. Aha. Nem, egy kicsit túlzónak érzem, mert, hogy a zoknit, azt nem tudom, láttad, hogy mekkora. Én néztem, hogy honnantól ernyett azért. Igen, picit erős az a zokni azért egy picit. Honnantól lifeg. Érted? És akik csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, azok ugyanígy jelzik, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és hogy figyeljünk rá oda. Szerintetek fontos ez a dolog? Fontos. Te is mennyi lesz szűrni, illetve várjuk az Instára a fotódat. Én már kikerestem otthon egy titok zoknit, amit talán. Jó feszesen. Egy kis titok zoknia. Egy kis töltött hurka. Jó is az. Jó is az. Na nézzük az SMS-eket. Baleset történt Kiskörös akasztó között az 53-as főúton, még nincs rendőr, a teljes forgalom áll. Aztán Gödöllő, Mária Besnyő, óvoda előtt, három rendőr és egy háromlábú figyel, Barni és Andi küldte nekünk. M3-as autópályán 172-es kilométerénél Budapest felé mérnek, és lehet, hogy ez ugyanaz. Trafi az M3-ason a polgári pihenőnél. Igen, ez lehet, hogy ugyanaz. Budapest felé ezt Hari is elküldte nekünk. Egyik kedves kolléganőm nevében írok, sajnos ő nem tudja feltölteni a telóját fizetés előtt, viszont fanatikus rajongótól kiszonyatos, hogy minden játékot kitalál, írta nekünk egy hallgató. Mármint, hogy ugye, hogy általa jelentkezik, tehát, hogy ő írta meg a jelentkezést a barátnője helyett, hogy hívjuk vissza. Uh-huh. Csak egyébként a számot nem küldte el. Na mindegy, ezt értitek? Jó, minden nem lehet. Minden azért nem fenn. A felvetés megvolt az utat, igen, azt majd mi megtaláljuk. Monor és Üllő között a 4-es úton kamion lerobbant, és egy sáv járható, emiatt torlódás várható. Ez Bönyő is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, és egy mondat gyorsan a turnéról, mert hogy jövő héten nagy Morning Show-s kitelepülés indul, országjáró turnéra megyünk, Sopron, Deák tér május 11, ez jövő hét hétfő. Ott kezdünk, aztán Kecskemét, Baja, Salgótarján és Budapest. A helyszínek a klasszfm.hu-n és a morningshow.hu-n is fent vannak, de mi is feltesszük, vagy már fel is tettük Facebookra, mindenhova. Facebookon is meg tudjátok nézni, de Sopron, Deák tér, itt indulunk május 11-én, jövő héten hétfőn, rengeteg ajándékkal, nyereménnyel, játékokkal, és hát saját magunkat visszük. Bizony. Így van. Aztán Kecskemét, Deák tér és Baja, Tóth Kálmán tér, így néz ki majd a sorrend, a többit mondjuk. Deák, Tóth fő. Egyébként Deák, Tóth fő, így van. Kb. Sok, Kecs, Baj, Saj. Így. Bud. Jó, rövidítve. És a végén egy Buda zárunk majd, az Árkád üzletház előtt leszünk május 15-e jövő héten pénteken. Az jó. Az nagyon. Ferekek, az jól hangzik. Nagyon jó. Ferinek a legjobb, mert ő fog egy kicsit kevesebbet utazni majd befelé. Már ott leboríthatsz már jobbra. Az utolsónál? Mondom, kevesebbet, én nekem csak Győrig kell elmenni, nem kell Soproni, vagy mi? Igen, az Árkádnál. Ja. Ott mindenféleképpen. Igen. Na, lehallgatási botrány, hát ez megint nagyon szenzációs, gyerekek, elképesztő. Ugye nyilván nincsenek illúzióink, és pontosan tudjuk, hogy mindenki lehallgat mindenki, de azért Merkelék most egy picit ezt úgy benézték, mert hogy ugye hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy az USA csúnya, gonosz szemét módon lehallgatja a németeket, és hát élen a német kancellárral
mindenki kiborult, mert hogy Angela Merkel mobilját is lehallgatták, azért ez elég személyes egyébként. És hát a német kormány élesen tiltakozott, barátok nem kémkednek egymás után, hangzott el ez az azóta már ugye hát tulajdonképpen jelmondattá vált mondat Merkel szájából, hogy barátok nem kémkednek egymás után. Ez ilyen szépen hangzik, igen, nem? Ezzel is jelezve, hogy mi kémkedünk, de nem is vagyunk azokkal a barátok, igen, akiket lehallgat. De igen, akkor ő még lehet, hogy nem tudta, hogy ő kémkedik. De hogy nem. Már elképzelhető, hogy egy német kancellár nem tudja, hogy egyébként az irányítása alatt álló titkosszolgálat egyébként lehallgat. Miért most mondaná azt, hogy a barátok nem kémkednek? Aha. Mert csak mi? Úgy képzeled el, hogy a német titkosszolgálatnak a vezetője egy picit így a sajtótájékoztató szünetében így oda ment, ugye Angela Merkel, és a kancellár azt mondja, hogy van egy kis gond, az, hogy mi is lehallgatunk valakit, és picit kínos. Elnézést, hogy csak most szólunk. Igen, ezt nem lehet a mondat. Ugye akkor Merkel felhívta Obamát, és elmondta neki, hogy ide figyelj, Barak, ez nem szép dolog, megromlott a kapcsolat, és hát utána az ukrán viszonyt is viszonylag nehezen tudták rendezni. Állítólag pont emiatt. Tehát, hogy a két ország között megfagyott a hangulat kicsit. Na, hát és aztán most jön a fekete leves, mert hogy közben kiderült, hogy a németek az amerikaiakkal karoltve közben saját szövetségesük után kémkednek, vagyis a franciákat akarják egy picit lehallgatni, illetve akarták, és le is hallgatták. Igen. Segítség! Azért a James Bond Bourne ultimátum, kisváros, tűzvonalba. Úristen, micsoda! Ehhez képest, érted? Usztics Mátyás és csapata. Hát érted, micsoda konspirációk, micsoda kalangok. Kalandok, micsoda titkosszolgálati technikák. Igen, titkosították a jelentést, de állítólag kiszivárgott. Aha, segítsetek már egy kicsit nekem, hogy ez hogy működik. Tehát ott ülsz a Németországban, a parlamentben, a német titkos ügynökség legjobban védett irodájában, és egyszer csak jön egy amcsi csávó, aki azt mondja, hogy én vagyok a villanyszerelő, tesa, ezt itt megjavítom, és beteszi a poloskát. Hogy a francban? Hát gondolom, nem arról vagy van szó. Vagy már nem így működik, szerintem hanem valahogy így, távol. Hanem olyan ilyen nagy, mint tudom már, átjátszókkal hallgatják le őket. Nem is kell bemenni, hanem egyszerűen, hát, mit tudom én, Párizsban, ahogy egyébként a németeket az amerikaiak lehallgatták, felmentek két iroda tetejére, leraktak három ilyen ernyőszerű parabolát. Hát vagy meghekkeltek pont egy ilyen átjátszó tornyot. Igen, hát föltörik az e-maileket, lehallgatják, aha, a telefonbeszélgetést, tehát hogy gondolom ezt valahol feltörik, ehhez már nem kell oda menni, aha, és mint a filmekben áramolják. Megnyálazod a poloskát, és felrakod a Merkel asztal alá, és akkor izgulsz, hogy senki ne találja meg, tehát ez már azért nem így működik valószínűleg. Nem érzi, hogy bemész, és akkor egy felraksz egy álszemüveget, egy álbajuszt, meg egy állóra, és telefonszerelőnek álcázd magad, és latyogsz. Fogsz egy létrát, egy festékes vödröt, és közben ott van a lehallgató készülék nálad, és közben a Merkel tárgyal, te meg fested az irodáját. Tehát lehet, ez nem, hogy már profibak. Ennél egy kicsit profibak, igen. Ugyanakkor meg tök kellemetlen, és gondoljatok bele, a privát telefonját viszi ugye mindenhova magával, nyilván privát beszélgetéseket is folytat rajta, és akkor egy valamilyen lehallgató állomáson, vagy pedig az államon azon röhögnek, hogy ők miről beszélgetnek este. Érted, hogy mikor végzel ma a kicsi szívem? Hát a Merkelnél. Na de gondold el a Merkelnél. A Merkelnek egy jó a felvetés. Nem. A Merkel mobilját lehallgatták. Tehát valaki ott ül, vagy ült az NSZ-ben, vagy nem tudom, az amerikai titkosszolgálatoknál, és látták, hogy Merkel éppen haza üzen a kis férjének, hogy ma ne vegyél fel semmit. Jövök. Érted? Mire a Merkel kapott egy üzenetet? Akkor az én fehér nem legyen. Hiszen én, igen, is a tiédet hordom. Menj be a gardróbba, vedd fel a kedvenc női ruhámat, amiben mindig vagy, üzen Merkel a saját férjének, majd kapott egy választ, és ezt nyilván látták, hát azért ez itt személyes dolgokat is figyelnek, vagy a sárközi mobilját, vagy szóval, hogy ezen ki tudja, hogy mit, nem? Így van. Na, mi volt ma az urológusnál? Te például, tudod, tehát, hogy érted? És minden ilyen beszélgetés, hogy most mit fognak vacsorázni, hol fognak elmenni a hétvégén, adott esetben tényleg ilyen egészségügyi problémák is, meg hát ugye a nagybetűs élet, közeledik az ezüst lakodalmunk szívben. Meg szeretnélek lepni valamivel. Igen. 2002 óta hallgatják le egyébként a franciákat. Azért az nagyon 2002 óta hallgatják karöltve az amerikaiakat. Jó, meg Winchester. Együtt. Na, mindjárt megkérdezzük, a profot. Aki mindent tud. Ennyi. Akitől nem tudsz olyat kérdezni. Várj, nem mondhatod azt, hogy ne válaszolna rá jól. A mi? Hát nem sajátíthatjuk ki. Hát ő közkincs. Ő a közkincs profot. Az ország James Bondja? Igen. Illetve nem, mert ő tulajdonképpen nem James Bond. Ő nem ügynök. Hanem ki lehet. Ő elhárítás. Ő elhárítás?
Nem tudom. Aha, ő az, az ország Kanaris tenger nagyja. Igen, Nógrádi György itt van velünk, jó reggelt kívánunk. Hello. Azért néhány megjegyzés, egy, a Kanaris kivégezték. Tehát nagyon kedvesek. Ki tudja, hova vezet a pályát. Ki tudja, miket árulsz el nekünk itt ma reggel, igen. Na, mit szóltál, amikor ezt olvastad, ezt a cikket? Azért ez izgalmas. Nyilván tudjuk, hogy mindenki mindenkit lehallgat, de azért ez nagy csattanó a Merkeléknél, hogy eddig most ők károgtak, aztán közben ők meg lehallgatják a franciákat közben. Bocsi, a franciákat is. Is, igen, a franciákat is. Ez a jó meglátás, igen. Na jó, akkor kezdjük. Én mondok néhány komoly mondatot, utána úgyis te jöttök. Egy. Számomra meglepő módon az Amerikai Államok Szervezetének legutolsó csúcs találkozóján kb. 7 napja az Obama bejelentette, hogy ettől kezdve nem avatkozik be ő, mint USA elnök az amerikai államok belügyeibe. Ez egy baromság. Hát akkor minek vannak ott a követségek? Minek van ott a hírszerzés, a CIA, a katonai hírszerzés? Szóval ez egy baromi jó mondat. Ez olyan dolog, hogy drágám, soha többet nem csallak meg. De ezt azért nem kell komolyan venni. Második. Ti szóba hoztátok a Merkelt. Merkel megint meglepődött, és közölte, hogy csak akciókban lehet együttműködni külföldi szolgálatokkal. Ez pillanatok alatt kiderült, hogy nem így van. A Merkel azt mondta, hogy barátok ne kémkedjenek egymás ellen. Hát ma barátok kémkednek egymás ellen. Az alapdilema az, hogy szeptember 11 hatására dönteni kell, hogy mi fontosabb, a biztonság vagy az emberi jogok. Az USA és néhány ország a biztonságot választotta. A botrány tegnap indult, amikor az osztrák belügyminiszter bejelentette, hogy Ausztria bírósághoz fordul, mert lehallgatták. Az USA lehallgatta mindenkit. Na most itt megint meg kell állni. Öt ország hallgatta le a világot. De ez a világ így működik. A botrány akkor indul, amikor a Snowden átáll. Amikor a Snowden áthoz rengeteg anyagot, és egyetlen ember van, aki azt mondja, hogy ebben semmi új nincs. Az orosz miniszterelnök helyettes Rogozin, aki előtte NATO nagykövet, aki azt mondja, hogy ezt mind tudtuk. Egy szakember valóban tudta, de egy politikus nem. Miről van szó? Amikor elkezdődik a botrány és a franciák bejelentik, hogy az USA mindenkit lehallgat, az USA válasza az, igen, Franciaország viszont mindenkit megveszteget. A következő, ami ennél most fontosabb, hát egymásnak ment először a történelemben a német koalíció két tagja, a Merkel vezette CDU-CSU és az SPD, mert a szozdemek az előző kormányzati ciklusban nem voltak benne. Mit hallgattak le? Mindent. Az e-maileket, a telefonokat, az Európai Unió minisztereit, az Európai Unió biztosait, tehát mindent. Na most a következő az, hogy mindenki azt mondja, hogy erre szükség van a terror ellen. De nem a terrort hallgatják le, hanem a gazdasági cégeket. Tehát a hírszerzés több mint 90%-a ma gazdasági hírszerzés, így többek között lehallgatták az Európai Hadipart, úgy hívják, hogy EADS, én is tárgyaltam ott. Tehát máshogy fogalmazva nemzeti érdekeket és nem biztonsági érdekeket szolgál a lehallgatás. Még egy-két mondat. Merkel bejelentette, és ebbe igaza van, hogy ma nem akadályozható meg az amerikai lehallgatás. Mindenki szeretne bekerülni az öt szembe, tehát USA, Kanada, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, de nem veszik be őket. Ma elmegy Merkel a parlamenti bizottság elé, de nem hajlandó anyagokat kiadni, és azonnal konzultációt kezd az USA-val. Én készülve erre a műsorra megnéztem, 2013-ban az USA 12 000 lehallgatási kérést adott tovább csak a németeknek, és ez gazdasági hírszerzés. És most jön a botrány, hogy ez az egész ütközik-e a német jogba, erről kezdődik ma vita Berlinben. De hogy lehet, hogy közben a Merkel olyat mond, hogy a barátok nem hallgatják le egymást? Tehát ha ő tudja, hogy közben lehallgatják ők is a franciákat, miért mond ilyet? Hát gyaníthatja, hogy ez előbb-utóbb azért kiderül, hogy ők közben a franciákat hallgatják le. Erre több válaszom van. Az egyik az, hogy rendkívül szeretem a Helmut Schmidt-et, aki azt mondta, akkor megkérdezték élőadásból, hogy hazudhat-e egy politikus, hogy soha, csak nem mondja ki az igazat. A másik pedig az, hogy a Merkel mellett van egy miniszter, aki a kancellária miniszter, aki felügyeli a titkos szolgálatot. Na most gondoljatok bele, hogy csak az amerikaiak lebontva napi 400 kérést intéztek a német szolgálathoz, ehhez jönnek a szövetségesek és egyéb. Tehát naponta a kancellári hivatalba be kellene, hogy fusson kb. 3000 jelentést, nyilván nem fut be ennyi. Ebből a kancellária miniszter feltételezve, hogy az illető szakértő, soha nem az, de feltételezve, hogy miniszter, hogy szakértő, ebből továbbad mondjuk 10 mondatot a Merkelnek. Tehát a probléma az, hogy az egyes számú vezető bármilyen zsen
segíteni, neki nem ez a szakterülete. A másik, akiket jelenleg támadnak Németországba, az Merkel két legmegbízhatóbb embere, a kancellária miniszter Altmaier és a belügyminiszter lehetséges utód de Maizière. Tehát egy olyan belpolitikai válság első óráiba vagyunk, ahol nem lehet kiszámolni, hogy mi lesz a következmény. Hát ez így azért elég bonyolult a hangzik, de közben teljesen tiszta és érthető, nyilván. De ez adott esetben odáig is fajulhat, hogy mondjuk Angela Merkelnek a kancellári székébe kerül? A mai tudásunk alapján nem. A fő probléma az, hogy Németországban nincsenek olyan pártok, akik át tudnák venni ezt. A CDU-CSU-ban Merkel hihetetlen ügyesen. Aki rá veszélyes volt, mindenkit félreállított. Tehát akit igazán félre akart állítani, abból védelmi miniszter csinált, mert azon a poszton minden évben egy miniszter megbukott. Aki veszélyes volt, elküldte Brüsszelbe EU biztosnak. Tehát a Merkel egy olyan káderpolitikát folytatott zseniálisan, hogy nincs olyan ember, aki jelenleg a helyére állhatna. De ha a botrány túlép egy pontot, és bizonyítani lehet, hogy a Merkel mindenről tudott, és bizonyítani lehet, hogy ez ütközik a német törvényekbe, akkor baj van. Ez úgy működik ez a dolog, hogy Németországban valaki írt egy kérvényt az amcsik felé, hogy akkor most ezt és ezt le kéne hallgatni? Ha nem, például... fordítva, az amerikaiak küldtek 12 000 kérvényt egy év alatt a német. Oké, de most arról beszélünk, hogy... szolgálatról van szó, bocsánat, a németeknél jó pár szolgálat van. Mi most csak a BND-ről, tehát a Bundesnachrichtendienstről beszélünk, az összes többi szolgálat egyelőre kimaradt. De hogy ahogy a franciákat a németek amerikai segítséggel hallgatták le, nem? Természetesen. Na, de akkor onda is, mi is írhatnánk az amerikaiaknak, hogy hallgassanak le valakit? Ez szerintem fordítva működik, az amerikaiak veszik fel a kapcsolatot a világ minden számukra fontos országával, és állapodnak meg arról, hogy mik azok a közös célok. Mert azért annyit látni kell, hogy a németek számára is fontos, hogy pontosan tudják, hogy a francia konkurencia mikor, hol és milyen árakkal jelentkezik. Kicsit más, de muszáj róla beszélni, aki az egészet kirobbantott, ez a Snowden gyerek. Erről tudsz valamit, hogy hol van, mit csinál most éppen, kivel tárgyal, kapott-e valóban menedékjogot? Tudom, hogy egy film is készül róla, illetve több is, mert most már az Oliver Stone is erről forgat filmet. De hogy hol van ő még? Moszkvában ő mint a kievel? Mit csinál? Ő elment Kínába. Ott néhány napot eltöltött. Életem meglepetése lenne, ha kínaiak minden adatot nem szedtek volna le a gépéről. Természetesen a kínaiak azt mondták, hogy ilyet nem csináltak, de én, ha kínai vezető lennék, könnyes szemmel kikérném magamnak, hogy ilyet feltételeznek, és másrészt feltételezik, hogy olyan hülye vagyok, hogy ennyi idő alatt nem szedek le mindent. Utána átment Moszkvába, ahol az oroszok mondták, hogy menedékjogot adnak, és nem nyúlnak a gépeihez. Na most ez, mikor én gyerek voltam, 19-20 kor volt az esti mese, tehát ez akkor ment. Na most a probléma az, hogy Snowden is rájött, hogy Moszkva nagyon szép két hétig, x ideig, de hát ő egy nyugati életvitelt szokott meg. Tovább szeretne menni valahol nyugatra. Mi a probléma? Hogy egyetlen nyugati ország sem mer neki menedékjogot adni, mert az amerikaiaknak a kétoldalú szerződés szerint ki kéne adni. Na most, ha én, mint Németország, Ausztria, Svájc, befogadom Snowden, majd pár hét múlva kitoloncolom az USA-ba, olyan belpolitikai vihart indítok, amit senki nem akar. Hajlandó lenne befogadni Brazília. Igen, de Brazíliából azért egy perc alatt el lehet rabolni, Moszkvából nehezebb. Tehát magyarul Snowden azzal, hogy elment, egy világbotrányt robbantott ki, de nem találja helyét. Na most nyilvánvaló fű alatt mindenki egyeztet. A probléma az, hogyha az amerikaiak megkegyelmeznek neki, és nem akarják a kiadatását, abból az következik, hogy még legalább X amerikai lesz a különböző titkos szolgálatokban, aki azonnal fogja magát, és átmegy Svájcba, Franciaországba, akárhova, és viszi magával az adatokat. Az USA egyik legnagyobb dilemmája, hogy az NSA-be, ami az USA majdnem 20 szolgálatából csak az egyik, 1000 ember fért hozzá minden államtitokhoz. Na most 1000 megbízható ember egy szolgálatban soha nincs. Ahogy a Snowden elment, 900 embert lehúztak a listáról. De hát ezt korábban kellett volna megtenni. Tehát megint ott tartok, hogy baromi okos mindig mindenki utólag. Aztán senki nem tudja. És akkor az emberünk még Moszkvában üldögél? Hát ő valószínűleg ott van, ő amerikai barátnője, utána ment, apja elment vele beszélgetni. Nekem a legnagyobb csalódás, hogy a legjobb orosz név kémnő a Chapman, fölkínálta, hogy hozzám egy feleségül, és azt Snowden nemet mondott. Én azt láttam, hogy a nagy fürdőruhába, én igen. Azonnal elmentem. De miért csalódás, ez neked még mindig egy esély? Várjál, akkor én most bejelentkezem három szolgálatba, fölvesznek, és utána hozzám jön az a csaj, rendben van. Én bújtatlak szívesen, ha majd nagyon sok szemét szúrod, eljössz hozzánk. De csak úgy, ha velem van a csaj.
Mindig lesz egy szabad szava. Igen? Ha úgy alakul, hogy átjön Magyarországra a Nyemcov korábbi barátnője, azzal kapcsolatban is rengeteg elképzelésem van. Igen. Na jó, tanár úr, nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, jókat hallottunk. Köszönjük szépen Nógrád Györgynek. Ciao, köszönjük. Hello. Gyerekek, mindenkit, nem? Erről van szó. Az, csak minket nem. Csak, igen, nem. Mi miért nem vagyunk fönn soha egyetlen listása, hogy minket a gazdasági érdekek miatt lehallgatnak? Miért nem derül ki, hogy az amerikaiak, a németek és a franciák közösen figyelnek minket? Nem? Hát az azt jelenteni, hogy komoly tényezők vagyunk, és jól csinálunk meg valamit. Meg akarják fejteni a magyar titkot, érted? Melyiket? De ahogy mi is egyébként, valószínűleg, tehát a fejlődőnek volt rossz ez a felvetésre, tehát mi is kérhetnénk egyébként, nekünk is lennének lehetőség, vagy lehetnének, nem? Tehát végre megtudhatnánk, hogy mi történik a Szófia Tirana Bukarest aranyháromszögben. 8:30 pontosan, 3 perccel Óven bácsira, Berun nénire lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk, mi pedig jövünk, Ákos híre jut. FM-en. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és nézzük a közlekedési híreket, hogy mit küldtek nekünk a hallgatóink, ha nem fagyott volna le a gépen. Gyerekek, megállt. Hát, lehet, hogy a poloska bezavart, öcsém. Lehet, hogy ide is telepítettek valamit? Igen. Nézd meg, Zsülci, látod? Végem van. Meghalt. Hát jó, akkor előbb játszunk, aztán majd utána elmondom a közlekedési híreket. Vagy a technikai súlytetesség? Á, nem, azt kihúzod, átszakítod, Gyula leugrik az Eiffel-toronyról, meglátja, hogy mivel járna itt, átadnád azt a gépet. Jó, játszunk, nem baj, Jóven bácsival, Verun nénivel, és közben mondjuk, mert nem szabad elfelejteni, hogy Sopronba megyünk május 11-én, a Deák téren kezdünk majd, május 12 Kecskemét, május 13 Baja, május 14 Salgó-Tarján. Ugye ezek a helyszínek, és Sopron Deák tér, ez jövő héten hétfő. Lesz majd, aztán Kecskemét Deák tér, vagy a Tóth Kálmán tér és Salgó-Tarján főtér, pénteken pedig Budapest. Úgy jó lesz, mindenki szeretettel várunk. Nagyon jó buli lesz szerintünk. Egészen meglepő módon 6-tól 10-ig leszünk ott a helyszíneken. És még egy picit talán korábban ott érkezünk. Hát ki hogy? Így, hát igen, mi 6-tól 5-kor leszünk ott Balázsral, Feli már ott lesz valószínűleg 3-4-6-kor. Igen. De mindig ott vagyunk. Ott vagyunk. Csak a megérkezéseink rázósak, mert Laci nem annyira hajlandó. Hát igen, meg ezek a GPS-t. Hát igen, utcák, azok a hofúrakresztáblák. Nem emlékszem rá, hogy merre kell. Igen, ő nem annyira izgulja ezt túl. Mondjuk mi sem. Annálatöltő. Pont 10 perccel korábban kellene indulnunk egyébként, és akkor nem lenne ekkora káosz. Na, megjavult a gépen, motoros baleset Pillisvörösváron, a Cukrászdánál sérült is van, alakul a dugó, ezt Szobi küldte nekünk, aztán Soroksári út, a Pepsi-Cola gyárnál torlódás van, a külső sávban kamion vesztegel, alakul a sor, ezt megküldte, 67-es út, Füredi út, csomópontban háromlábú Faládikában, a Szigetvár felől érkezőket figyelik, ezt Ficek küldte nekünk. Aztán szégyelje magát a tanár úr, Annának csapja itt a szelet közben, a kémnőre fáj a foga. Vagy egy hármas felállása pályázik, kérdezi egy hallgatónk. Az utóbbi lehet. Igen, három kémnő. Igen. Le a kalappal egyébként Nógrádi György előtt, 100% felkészültség, intelligencia, lexikális tudás, fűszerezve jó humorral. Kaptuk ezt is SMS-ben. Na, hidd el, Balázs, figyelnek, írja valaki. Jó, ez megnyugtat. Akkor az azt jelenti, hogy fontosak vagyunk. Hogy fontosak vagyunk. Ja, illetve minket nem, téged. Nem. Téged figyelnek. Neked írta. Lehet. Nem tűnt fel valahol? Egyébként az én telefonbeszélgetéseim nem túl izgalmasak, azt aztán nyugodtan. Valaki egy lefelé fordított, kivágott közepi dörmögödömöt örrel nem figyelt, valamelyik telefon. De, egy népszabadságot olvasott, át volt égetve egy szivarral és egy szem. Úristen, de rossz. De hát lehet, hogy együtt ezek a célra vezetők. A Russzfurm cukrászdában megfigyeltek engem, egy átégetett népszabadságot. Odaig nem megyek. Na, itt van a játékosunk, Óven bácsival és Berulinivel, játsszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Berun néni, a párafarm csalogányai.
Nagyon jó minden helyszín, csak 120 tehénnel egyikre se tudok odahajtani. De egyébként szeretnénk. Egyébként nem lenne rossz. Mondjuk, ha a főtérre behajtanád őket Salgótarjánban. Salgótarjánban a főtérre 120 tehénnel, azt azért tudnánk. Tudnánk szeretni. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Hajni, Hajni. Hello Hajni! Honnan hívtál minket, Hajni? Ajkáról. Ajkáról? Egy gyárból? Nem, egy irodából. Jó, mert Ajkáról, ha valaki hív, akkor ott... Az csak gyár. Így van. És nem mondhatja el, hogy milyen gyár. Nem, és sosem mondja, hogy milyen gyár, de mindig gyár. Így van. És? Mi a helyzet, Ajkán? Hát most jelenleg öten vagyunk, egy irodában, ugye? Igen. És a kolléganőim, azok nagyon szeretnének köszönni nektek, úgyhogy lányok, szóljatok! Hello! Sziasztok, csajok! Hello! Ti hányan, mi hárman? Öten, most mondtam, hogy öten vagyunk. Tényleg, már mondta, hogy öten vannak egyébként. Ideális. Hát, öten vagytok. Csak most és mit csináltak? Bérszámfejtők vagyunk. Fanatikus Morning Show rajongó? Nagyon. Én a Danubius óta hallgatok titeket, úgyhogy én nagyon bírlak titeket. Már a Danubiusban is, igen? Nagyon is. A mi hármasunk nem ért meg hosszú időt, mert velünk lett vége a rádiónak, igen. Tulajdonképpen az utolsó szeg. Januárban kezdtük, így van, és októberben lett vége. És azóta velünk? Igen, azóta, igen. Köszönöm is a kollégadőbnek, hogy így segített. Hát, hogy bekerültem. És öt csaj egy irodában. Hát ott nagy pletykálkodás megy, nem? Beszélgettek. Oh, de. Pasi, nincs is köztetek? Nincs. Itt csak csajok vannak. Az kemény azért ilyen női visongást hallgatni egész nap. Nem, ezért nincs férfi. Pasi. Ezért hát nincs. Pasi, nem bírná. Igen, egyébként azt megértem. Kiutáltátok? Nem is volt. Hát bérszámfejtén általában nők szoktak. Miért csak női bérszámfejtők vannak? Jobbak matekból? Vagy az agyuk jobban áll? Türelmesebb állítólag, igen. A monotónia tűrőképességük sokkal jobb. Igen? Sokkal jobb. Viszont mi van a hétvégi összetartásokon? Tényleg a csapatépítése mit történik? Közös horgolás. Csapatos komolyan. Hogy mit? Nem figyelsz? Fográcsozás, lovaglás. Aha. És ott már van hapsi? Persze. Az jó egyébként. Én szeretek lovagolni, néha mondjuk beverem a fejem az éli szekrénybe. De egyébként jó, egy határozottal egyetértek ezzel. Jól van, Hajni, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni, jó? Figyelj! Hát valamit hallgatnak, néznek, ez még egyébként egy kicsit mellékes is. Egy sorozatot kaptatok, most látom a monitoron. Jó? Jó sorozat, egyébként szerintem valaki látta. Egy rövid részlet jön, figyelj! Egy sorozat, tehát. És annyit se segítettetek, hogy magyar esetleg, vagy külföldi? Na pont ennyit tudtuk volna segíteni. Nem. Hogy magyar. Melyik nem? Melyik nem, hogy nem segítünk, vagy hogy nem magyar, vagy nem külföldi. Nem magyar. Nem magyar. Nem. Lehet akkor még egyszer? Persze, mutatjuk. Hát nem tippem, sincs. Semmi? Hallgassátok meg még egyszer? Hát ha valakinek beugrik, mert hogy elég sokáig ment egyébként. Sok évad is van belőle. Ez lassan 10 éves ez a sorozat, sok évad volt belőle, igen, adta a Viaszat is, Viaszat 6 is adta, 2007 vagy 2008-ban indult az első évad. Meg a Viaszat. Ott egy pasi, igen, hogy kerül oda pasi? Vagy mutál valamelyik kolléganő? Ilonka kicsit. Igen. Ez pedig egy kolléganőm volt. De nekik sincs tippük egyszerűen. Nem, hát, mutatok egy hosszabb részletet, jó? Jó, rendben. Zseniális a főcím. Én még nem szerettem magát a sorozatot, de nagyon-nagyon népszerű, és nagyon sokan szeretik, és a főcím az zseniális. Nem tudom, van ilyen helyszínen rögtön. Egyébként nem vagy rossz nyomon, amerikai a sorozat, igen, ez a Dexter. Ez a Dexter lett volna. Ezt nem tudtam volna. Igen. Bizonyám. Igen, a főcíme az egyszerűen
Hihetetlenül jó. Nehéz volt. Jó, egyébként egy törvényszéki szakértő, aki közben sorozatgyilkos is, de nem tudod egyértelműen utálni, mert hogy a rosszakat teszi el láb alól, nagyon-nagyon-nagyon kettős az ő karaktere, személyisége. Érdekes. Én nem tudtam nézni sokáig, de jó. Jó sorozat egyébként. Hát, senki? Nem, senki nem tudta. Mindenki csak elaludt. Mindenki csak szomszédokat néz nálatok, meg Guldenburgokat, mi? A lányok azok tudták ezeket régebben. A Guldenburgokat, meg a szomszédokat? Azt mindegyiket. Hát az mégis szép idők. Jó klinikák kellettek volna nektek, vagy kellett volna nektek, vagy nők a pult mögött. De azóta csak a bérszámfejtés. Nem, csak is. Hajni, hát nincs olyan egy csomag. Hát, ez van, sajnálom. Jöttök valamelyik kitelepülése esetleg? Még messze hát leszünk tőletek, szóval igen. Nem. De azért már olykára is jöhetnétek igazán. Ott sem voltunk még. Nem voltunk egyébként. Hát igen, úgyhogy felbe vehetnétek. Lehet, hogy jövőre. Jó? Köszi a játékot. Jó lesz, köszi szépen. Sziasztok. Ciao. Hello. Hello, hello. Dexter, hát nem volt ez nehéz. Mondjuk, ugye mi a nehéz, ha nézed, igen, ismered, ha nem nézed, fogalmad nincs. Tehát, hogy... Én a zenéről nem ismertem meg. Tehát, de néztem, és maga a főcím egyébként irgalmatlanul ütős volt. Tök jó kétértelmű volt ez egész, nagyon-nagyon működött. És a figura is volt, a sorozat is volt, de ez a zene... Ez a... Bekembe beugrott, de azért, mert ide volt írva. 5 perc alatt pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Hát, itt vagyunk, 8:45 lesz pontosan, 5 perc múlva szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk, folytatjuk Sopron a mérnek, az új trafival, az Obi után a centrum felé, ezt Gábor küldte nekünk, 44-es főút, lakiteleknél kamion az árokban paja üzeni, aztán környebel területén van egy baleset, és emiatt végeláthatatlan kocsisor áldogál, üzente nekünk Zoli. Valamint az M1-esen a Herceghalmi lejáróban kamion mentővel ütközött, mentőhelikopter van, és a mentő a sofőrt micsoda? Azt kivágják a mentőből? Annyira összetört az autó, hogy ki kell vágnia. Igen, kamion mentővel ütközött, ja, és a mentő sofőrt vágják ki éppen a mentőből, így van. Ezt angol futár küldte nekünk, ez az M1-esen van a Herceghalmi lejáróban. Aztán baleset van szintén a 4-esen, Debrecen és Nyíregyházak között. A kereszteződésnél a félutat elfoglalják, és drága fényképek a 6-os úton befelé a Campona magasságában. Ja, Gábor, hát sűrű a dolog. Írd már meg, hogy Sopronban ott mindig ott szoktak lenni az Obi után a centrum felé a trafival, mert hogy... Mert hogy lassan menjünk arra felé majd, ha igen, megyünk. Tehát, igen. Ez egy állandó helyszín, vagy csak igen, most? Mert hogy vasárnap már ott vagyunk. Vasárnap délután már ugye lent vagyunk Sopronban, és ott kezdünk május 11-én, jövő héten hétfőn, a Deák téren. Így van, a Deák téren leszünk. Ott randalírozunk. Hú, alig várom te, hogy belecsapjál a lecsóba. Igen. Jó, egy estérbe áldozunk? Egyet? Egyet? De már az elején? Nem az elején, ne. Rabosították a morgát. Aztán mi annyira szoktunk dajdajozni, hogy te megérkezel valamikor vonattal, mert az elsőt lekésed. Elmentem futni. Te éjszaka, és elmész futni, te éjszaka jössz, mert nem tudom, hol műsort vezet. Én valamikor beesem a Lacival fél óra kovájgás után, mert nem találjuk a szállodát, és másnap reggel találkozunk az üvegstúdióval. Hát tehát mi azért nagyokat szoktunk dajdajozni mindig. Tehát, hogy... Lacira lehet számítani. Lacira egyébként lehet. Lacira még lehet számítani. Én csak azt kívánom, hogy most egyetlen állomáson sem legyen olyan szállásunk, ahol közvetlenül a kerthelyiség felett van a szobám, mert hogy
hogyha a kerthelyiség felett vagyok, én ugye viszonylag korán fekszem le aludni, de nem mindenki van ezzel így, és ugye felszokott azért hallatszódni, ahogy például Laci és Feri szórakoztatják a mi Zsuzsinkat, és hát Zsuzsi ugye vevő minden jó poénra, és akkor csak annyit hallasz, hogy mondani, hogy lima tepertök. Tudod, és akkor én megint tudod így, jó, de Zsuzsi kicsit úgy nevet, ahogy más ordít. Tehát, hogy én ha megriadok, mint a Debrecenben, ahol alattunk van a kerthelyiség, úgy kiszaladok, hogy úristen, kit bár baj van. Ja, nem, jó van. Csak a Zsuzsi felkacagod. Mindig egyik a bukor állítom az ablakot, és akkor így leszólok, hogy elnézést, a kicsit halkabban vigadjanak a szegény édesanyja. Gyere le velünk, és akkor mindjárt megoldódik. Én már akkor érek meg, ha csend van, de arra alszom el, mint gyerekkoromban, hogy még láttam, hogy anyáméknál ég a lámpa, tudod, még hallom, hogy Zsuzsi kacag, akkor még minden oké. Okay. Még tudom, hogy minden oké. Okay. Egyébként is rendben van, igen. Aj, fiatalság bolondság. Á, figyelj! Nem való ez a dajdajozás már nekünk. Ne, ágyba vagyunk, 10 órakor, érted? 10 órak sose voltam még kitelepülés a lágyba. 10 órakor, amikor 11 órakor érek le éppen a szállodába, mert valami még történt. Megiszod a pohár meleg tejedet, felrakod a hajhálódat. Becsavarom a hajamat, beleteszek két melírt, kivasalom a ruhámat, és készülök a másnap reggelre. Igen. És virágba öltöztetem a szívembe, persze. Van egy trafi Szekalom főútján is, ha még esetleg nem mondtam volna. Jaj, gyerekek, olyan szomorú hírt olvastam, és ez megint elkeserít, és egyszer nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, és hogy mondjam el nektek, de ugye mondtam, hogy intergalaktikus jeleket fogtak a csillagászok néhány hónappal ezelőtt. Te. Meséltem nektek. Azt hittem, hogy azt olvastad, hogy az elkövetkező 10 évben nem lesz divat megint a melír. Azt már letettem. Vannak dolgok, amiket az ember egy életre letesz. Én érzem, hogy nem tudod elereszteni ezt. Néha még így felüvöltök, hogy miért nem lehet melírosztatni. És ugye hosszasan beszéltem ezekről az intergalaktikus jelekről, amit a csillagászok fogtak, és hát... Ugye az volt, hogy élet, és elindulhatunk, és testvérek, és barátok. Így van, és kezdjétek el megfejteni. Új, de jó. Még mindig nem. Mégsem. Tényleg nem. Nem értelmes. Ez ugye az ausztrál teleszkopok fogták nemrég, és a Földön kívüli élet előszobájának tekinthetők ezek a jelek, és hát megjelentek tudományos cikkek, tudományos értekezések, hogy ez mekkora dolog, a rádióteleszkopnál dolgozók pedig egyöntetően örültek, hogy ezek a jelek már arról árulkodnak, és azt bizonyítják, hogy igenis van élet a Földön kívül. Oh, és nem aztán kiderült, hogy csak egy félrefordítás volt, nem a szárazföldön, hanem vízzel, és nem teleszkop, hanem periszkóp, és fogták, de egyébként. Tengerészek voltak. Nem. Sajnos kiderült, hogy ezek a furcsa jelek az épület konyhájából. Az épület konyhájából egyenesen a mikrohullámos ütőbe jöttek. Istenem, micsoda tördöfény. Valaki kinyitotta az ajtót, a mikrohullámos ütő ajtaját, és akkor pont leállt a mikro, és kiderült, hogy ezeket a jeleket fogta be valahogy ez az antenna, és intergalaktikus jeleknek fogták, tudományosan értekeztek folyóiratokba, publikáltak cikkeket, és az egyik ott dolgozó megfejtette, hogy ez a jel nem más, mint a konyhából érkező mikrón. Ami egy kis csönget, ha kész van, tudod? Ding, ding. Lehet, hogy ez, de lehet, hogy maga, amikor működött, akkor adta ezeket a jeleket, és képzeljétek el magatok el a szituációt, ahol hogy X berohan Y-hoz a konyhába, képen melegíti a kávéját a mikrovágy, hogy gyorsan, gyere! És mi az? És lekapcsolja a mikrot. Most semmi, most megszakadt! Ez is az értelmesség. Ti ezt nem tudjátok, hogy ez micsoda nagy szomorúság nekünk, akik minden nap várjuk az érkezést. És minden nap várjuk, hogy végre egyértelmű bizonyítékokat mutathassunk föl. Egy ilyen arcú csapás. Amikor az egész világ rajtunk röhög, hogy most a mikróból jövő jeleket is már a Földön kívüli intelligenciának tulajdonítjuk. Ez egy szörnyű csapás nekünk. Az. És nektek, kárőrvendőknek pedig egy nagy lehetőség, hogy kinevessetek benne. Soha nem rugdosnánk meg ezért. De elismerték, hogy ez a mikróból jött. Pedig már készültek, már csomagoltak, hogy mennek együtt majd Toshiba. Na igen. Szóval, hogy szörnyű napra virrattunk, de meg kell állapítani, az ausztrál teleszkopok által fogott intergalaktikus jelek egyelőre. Aha. Az épület mikrójából jöttek. Most ezek a teleszkópok, ezek merre fele vannak egyébként irányozva? Lefelé. Csak úgy kérdezem. Tehát akkor lenyaklott az egyik. Elengedett a gém.
lecsukrott, ráborult a konyhára, és fogta a mikrónak a jeleit. Nem tudom, minden esetre elszomorodtam, mikor ezt elolvastam, hogy milyen jó lett volna, ha végre nektek, az állandó kétkedőknek, az örök szkeptikusoknak, a hitetlen kutyáknak végre tudunk valami egyértelmű bizonyítékot nyújtani, de sajnos jó lenne, hiddel, mi is várjuk. Igen, most egy kicsit visszavonulunk, átgondoljuk, hogy hogyan támadunk tovább, átértékeljük a látottakat, hallottakat, aztán majd újabb bizonyítékokkal jövünk elő. Most egy kicsit visszavonultam. Én és ausztrál kollégáim most érezzük, hogy adtunk némi okot a mosolygásra, de nem baj. Nem baj, most visszavonultam. Valahogy kellene egy ilyen hangfelismerő szoftver, tudod, hogy kiszűri azokat a zajokat, amik esetleg így bezártulod. De milyen a csöngést hallották, azért ennyire nem seggek, hogy azt mondja. Johnny, kész a kávé, mit kávéhetek? Intergalaktikus jelek, publikáljátok azonnal, megvannak a földön kívüliek. A hullámokat mérték be valahogy úgy, hogy amikor melegített a mikro, akkor nem tudom milyen frekvencián melegített, és azt fogta be az egyik antennát. Azért a csöngés. Ja, azért, mert ez, igen, persze, és bemérték még a liftet, a fogaskerekűt, és... Szólj anyádnak, hozzon pénzt! Hallott! A intergalaktikus jelek, tehát nem a csengést mérték be, hanem valami középhullám, nem tudom milyen. Tűz anyám! Na, az intergalaktikus! Már támadnak, hallottad, vészt, jószló jelek. Istenem, fölcsúszom rá! Jószló jelek a galaxisból. Nem, azért meg kell, hogy védjem őket, azért annyira nem vagyunk hülyék, hogy egy mikros csilingelés, meg a nyomorúságos kávétokat melegítettétek, és lejárt a mikro, azt mi az itt intergalaktikus jelenleg gondoljuk, a hullámot magát. Azt a középhullámot. Mi nyom a mikro? Milyen frekvenc? Mikrohullám. Mikrohullám. Na, nem biztos, hogy ezért hívják. Azért jó, azért néhány dolgot ti is tudhattok. Azért. Jó, oké. Én az intergalaktikus jelenleg, mert ott vagyok, de néhány dolgot azért átengedünk nektek. Mi lesz a következő? Egy teáskanna, amiről forralja a vizet? Nagyon fura, két hetente fogjuk ezt a zajt, mindig, mikor fübet nyírnak kint az előket. Na, de elismerjük a hibáinkat. Tehát előjövünk azt, nem hallgatjuk el. Gyönyörűen fordítasz. Előjöttünk azzal, hogy ezzel, hogy hibáztunk. Gyerekek, mi van ezzel a medvével? Mondjatok nekem erről pár mondatot. Hát, aki egyébként itt van Magyarországon, és Lengyelországból jött. Tehát azért azt, hogy ne felejtsük el, hogy csak úgy átsétált Szlovákián, vagy hogy van ez? Ez a fura egyébként az egész, és azért jó felvetés, mert lehet, hogy már nincs is itt. Mert azt tudjuk, hogy 40 km/h sebességgel tud futni egy medve, ha nagyon akar. De azért azt ne felejtsük el, hogy Ivo, mert hogy neki egyébként neve is van, Ivo Lengyelországban lett regisztrálva medveként. Na hát ez az. Utána pedig fogta magát, és elindult így torony iránt, és azt mondta, hogy hát érted, köd előttem, köd utánam, nekem ne akad egy néhány határ, és úgy átgyalogolt keresztbe Szlovákián, mint a pinty, aztán feltűnt nálunk. Hogy azért tényleg azért érdemes egy picit elidőzni, hogyha most csak így megindult torony iránt. Hát azért ott van egy-két autópálya, autóút, egy-két, mit tudom, egy benzinkút, kisebb, nagyobb város, hát, stb. Bement, ívott egy kávét. Ötvös cirkusz, stb. Ívott egy presszó kávét, kért egy pogácsát. Hogy az hogy érkezett ide? Most állítólag visszafordult, és ön helyes kis cikket olvastam, hogy mit csináljál, ha medvével találkozol, ezt talán ugye te is olvastad, hogy mit kell csinálni, bizony, hogy a medve téged beazonosítson, mint ember. És miért fordult vissza? Lehet, hogy csak előhős volt. Felmérte a telepen, visszavett a többiekért, a családért. Szabad a határ. Szabad az út. Hát ha vannak a szokásos történet, hogy ugye ne csapjál nagy zajt, meg kezdjél hátrálni, meg stb., de most vannak új információk is ezzel a dolggal kapcsolatban, tehát úgy védekezünk a medvétől, hogy ha már észrevett minket a medve, ez egy nagyon-nagyon okos gondolat szerintem, emeljük fel a kezünket fejmagasságba, kezdjünk el fütyűrészni, dúdolni, elkelni. A kézfel emelés az mi, hogy megadom magam? Így van. De akkor mit fütyűrészel? Mert ha megadod, nem, ha fütyűrészel, akkor viszont almát. De mi az, hogy az a medve beazonosítson? Én nem értettem ebben a cikkben. Tehát, hogy beazonosítson, mint ember. Tehát azt gondolja távolról, hogy te egy nyúl vagy, felrakod a kezed, elkezdesz integetni, ének, és azt mondja, ja, fütyű, ja, akkor mehet. Hát akkor ember. Mert tudja, hogy a medve, hogy az ember tud fütyülni? Nem, azt nem tudja, hogy az ember tud fütyülni szerintem, de azt tudja, hogy a szarvas nem tudja felemelni az első két kezét. Nézd már, felrakta a kezét, nincs is agancsa, nincs is szarva, hát akkor ez nem szarvas. Igen, csak a cikk írója azt mondta, hogy nem lehet. Fütyüljél, tapsoljál, emeld fel a kezed, és mutasd azt a medvének, hogy te ember vagy. Így van. Aha. Ma most érted? De mert a medve eszköztárában az ember az nem étel, és akkor ott hagy.
Hát az ételen fütyül, nem tudol, és nem emeli fel a kezét. Biztos, nagyon fura volt a cikk. Tehát én már csak azt vártam, hogy emelt fel a kezet, kezdj el táncolni, énekelni, és járjál el egy izét, egy néptáncot. Tehát, ezt, hogy gondoltál? Ezt be tudja azonosítani, és képzeld el a szituációt, akkor ott állsz a medővel szembe, elkezded lassan felemelni a kezed, és akkor azt mondja, brum, brum, Bruno, munkás medve, van-e neki és ott a éppen kettő. Táncos kedve, és aztán érte, hogy jön ki a Viki a házba, és azt látja, hogy ott ketten ott táncoltok egy medvét. Gondold el, a medve is megcsinálja. Maradj ott, ahol van. Azt olvastam, táncolni kell. Egyelőre sikerült feltartanom. Megyünk ki a hátsó kiállatot. És a vadász üvölt, ne engedje le a kezét, ne engedje le a kezét. És ott táncolsz egy medvének, érted? Ez mennyire életszerűtjük? Képzeld el. És gondolod, hogy hányan táncolnak most szlovák erdőben, mert hogy azt hallják, hogy valószínűleg ott a medve. Vagy lengyel erdőben is. Mindenki feltett kézzel jár most a szlovák és bármit a magyar határvidéken. Bármi nagyszőröset vagy beazonosíthatatlant látnak, igen. Vagy esetleg meghallanak valami recsegés ropogást a bokorban, abban a pillanat minden turista, hogy hopp! És jön az erdész egy sima zöld lada dívával, és mindenki feltett kézzel táncol neki. Így van. Arról hat életben megint csak az erdész. De mi van, ha ez az ötve cirkusz medvéje csak már annyira tagadják, hogy eltűnt, hogy elindult egy ilyen Lengyelországból, jött meg, be van azonosítva, persze. Hát óránként elhagynak állatokat, vagy két óránként kiszabadul persze. Állat. Ez nem lehet? És az a cirkuszi medve tud táncolni, nem? Azt tud. Na, hát akkor ha te táncolsz, akkor ő is elkezdi. Az a baj, hogy oda kell gurítani egy nagyobb méretű labdát, és hogyha elkezd rajta hátrafelé sétálni, akkor az ötös cirkusz. Igen, vagy gyorsan pelenkázd be magad, kezdj nagyon sikítozni, és ha én is barátkozik, akkor azt hiszi, hogy te vagy a majom. A pelenkázott majom. Mikor én ilyet látnék, hogy egy ember feltett kézzel táncol egy medve előtt, valószínűleg elfelejtek segítséget hívni, inkább felveszem. Nem? Tehát most gondold el, kimész, nem tudom, a Börzsönybe túrázni, és azt látod, hogy ott a Kovács család feltett kézzel táncol a medvének. És ott a medve meg ilyen unottan eszi a málnát. Hát nem hívsz segítséget, hát azt inkább felveszed, nem? Hát egyértelmű, hát iszonyatos like számokat lehetne kapni fel a YouTube-on. Meg nincs veszélybe az ember, hát miért hívnál segítséget? Hát táncolnak ketten. Ha? Igaz, jogos. Hát én nagyon-nagyon szerettem ezt a hírt. A legszebb egyébként egy hónappal ezelőtt, amikor szintén volt ilyen hírve kettő, akkor az volt a jó tanács. Hogy hangoskodjál. Hangoskodjál, most már ne hangos, és akkor az volt, hogy ne akarj szelfizni a medvével. Ezt is leírták, hogy ne szelfizz a medvével? Ne szelfizz a medvével. Hát, mondjuk egy bikin, biztos, hogy próbálnék kattintani egyet. Ha nem teljesíted ezt közelből, de azért az ember csak megpróbálja lefotózni, nem? Hát azért a medve az ritkaság. Nem? Nincs sűrűn. Hát nincs, és ráadásul olyan nincs sűrűn, aminek tudod a nevét is, mert hogy ugye ivónak hívják. Ezzel is érdemes egyébként próbálkozni. De azt a lengyelek adták neki? Igen. Aha. De a medve vajon tudja, hogy ha én felteszem a kezem, én megadom magam? Tehát a medve érti ezeket a jeleket? A medve gondolatolvasó lehet? Ő tudja? Vagy értékeli ezt a gesztust? Hát, hogyha nincsen kő a kezedben, a felemelt kezedben, amit éppen hozzá kell, mutatni kell a tenyeredet, hogy nincsen benne semmi. És azt kell mondani, hogy nincs csiszenni. Most tényleg mit csinálsz, találkozol egy medve, elrohansz, nem? Vagy hát, megmerevet? Nem, mert gyorsabban fut, mint te. De nem kezd el üldözni, hát ez hülyeség. Kaja vagy, hát dehogy nem. A medvének nem vagy kaja. Hát a medve nem. A medve nem feltétlenül. A medve nem húsevő, nem? Vagy hús, dehogy nem, ragadozó. Hát vagy elébe kell menni a dolgoknak. Vagyok. Hogy? Lefekszel a földre? Nem, meg kell támadni. Hát meg a torkoharapod, vagy mi? Figyelj, mert a meglepetés az önmagában az nem jó védekezés a medve ellen. Megijeszted? Oda rohansz bele, csimpaszpacz a bundájába. Méz, jó, ha van nálad is. Ez szerintem hülyeség. Hát hogy viszel magaddal egy adaglépes mézet? Nem, egy maci mézet. A medve egyébként mit gondol az ő identitásáról? Ha egyet kérdezhetnék, én biztos, hogy ezt kérdezni. Mit gondol a medve? Tudja magáról, hogy ő nem az, akinek lát téged? Tehát egy medve és egy ember találkozik, így nézeget téged a kis kapuszt is felsődben. És ez olyan fura ez a csávó ebben, nem tudom, ilyen felsőben. Hát vagy az rajta, hogy te is medve vagy. Én nem ő vagyok. Ha meg tud különböztetni, akkor tudja, hogy ő más. Ha tudja, hogy ő más, akkor tudja, hogy ő egy medve? Hát kell, hogy legyen valami identitása. De milyen identitása van a medvének? Tudom, hogy medve vagyok? Vagy csak lát egy szarvas, és azt mondja, nem, én nem ilyen vagyok, brum, brum. De nem tudja, hogy ő egy medve? Ő olyan, mint én, tehát olyan, mint én, akkor mi oda tartozunk, ők nem olyanok, mint mi, ő meg nem olyanok, mint ők. De most gondolj bele, hogy ez egy ilyen érdekes és filozófikus dolog, hogy mit tud a medve? Én lemegyek négy kézláb.
és elkezdek ott egy ilyen medvejelmezben brummogni, oda jön a medve, és ber... És jó megcsinál. De most csak kérdezem, hogy szedem ott a mállát, mert vicces vagyok, és kimegyek medvejelmezbe. Oda jön a medve, ő akkor megismeri, hogy én is medve vagyok, vagy ha leveszem a jelmezt, tudja, hogy hoppá, hát ez nem lehet, nem mehetünk tovább, mert ő nem medve. Hát szerintem azért csak bepróbálkozik, nem? Szerintem ilyen formás kis popol. Igen, szerintem csak bepróbálkozik. Mert lehet, hogy azért, hogy gyanús, de nyús, de jó szűk. Vagy valahogy, tehát hogy valami biztos, hogy van benne valami. Biztos, hogy bepróbálkozik. De azért mi ez a hülyeség, hogy produkáld magadat a medvének, mert ő kevésbé eszik meg. Hát ez teljes baromság. De akkor ő tudja magáról, akkor neki tudnia kell magáról, hogy ő medve. Lehet, hogy egyébként a medvének a fejében egy totál, tényleg ez a fajta káosz van, hogy semmit nem tud, semmire nem tud nevet mondani, hanem hogy ez más, ez nem olyan, mint a többi. Ezt a múltkor kihánytam, most már nem eszem meg. Ja, egyszerűen ezt egy néptáncost kihányt egy medve, ja, és van, most neked a, is most kell. A mállára gondoltam. Meg az egresre mondjuk. Értem, az egyiket szeretem, a másikat nem. Szeretem, ő tapasztalati úton dönt el mindent. Viszont, gondoljunk már bele, hogyha a medve valamilyen tapasztalatába beledöglik, akkor még mi? A halálos árnyán átadja az utódainak. A többieknek. Kollektív tudat van. Kollektív tudat? Kollektív medve tudat. Azt olvastam, hogy májusban és júniusban van a párzás. Akkor megvagy. Aha. Hát felétek van a legtöbb fa, emlékeim szerint. Vagy én nem akarok párosodni egy medvével, én most nem ezen filózom, hogy nem ez a kérdés. Jó lenne egyszerűen. Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy ő akar-e vele. Szerintem ez a nagyobb probléma. De honnan, tehát hogy milyen identitása van az állatoknak, engem ez érdekel leginkább. Mi az identitásuk? Mit tudnak? Tehát egy ló különbséget tud tenni maga között és egy medve között? Ha én lovagolok és találkozok a medvével, és az én lovam ránéz a medvére, tudja, hogy ez egy másik állat? Ha tudja, hogy másik megijed. Állat, akkor tudnia kell, hogy ő viszont egy másik állat. Érted? Ha medvét lát a lovad, akkor megijed. Ha másik lovat lát, akkor nem ijed meg. Tehát tudja, hogy az egy másik állat. Sőt, azt is tudja, hogy félni kell tőle. Uh-huh. Igen. Igen. Ez érdekes dolog. Ez kb. Így van. De mindenesetre most a párzási időszakban már akkor gyakorlatilag most kezdődött el. Most kezdődött, csak, májusban kezdődik a párzási időszak. Csak óvatosan. Tényleg. Tehát, hogy senki, négy közlem ne közlekedjetek az erdőbe, ez nagyon fontos. Jó? Tehát senki ne közlekedjen négy kézláb az erdőbe, és ne dörgölje oda a farát semmihez. Még ebben az a durva, hogy azt hallgatja valaki, hogy táncolni kell a medvének, tényleg mondjuk kimegy, mert egy jó breaktáncos, hogy ír egy hallgató, elkezdett nagyon helikopterezni a medvének, meg nem tudom, földön csúszni, mert a medve párzási időszakban rettenetesen elkezdett, és csak azt hallotta, hogy táncolni kell a medvének. És szerintetek nem lehet azzal mondjuk felhergelni egy medvét, hogyha visszautasítod? Hogy? Tehát ha például hogy magadhoz közel engeded. Még igen? Az erdőben, az ösvényen tőle, hogy egy és kettő, pulzusszám megvan, jó, van, még két kiló, még te. Igen, és megjelenik a medve. Megjelenik a medve, de egy nőstény medve jelenik meg. Észrevesz téged. Te ott állsz dermedve. Ott áll veled szembe, mind a kettele vagytok dermedve, igen. A medve végignéz rajtad. Lassan megfordul. Lassan lemegy négy kézlábra. Megfordul. Hát nem utasd! És nem nagyon utasd. Kacéran hátra néz a segge felett rád. És kacsin. Na most, te mit csinálsz? Két választásod van. Vagy feldühíted, hogy visszautasítod. 3-2-1 jön utána egy olyan medve, akit te visszautasítottál, vagy élsz a lehetőséggel. Vagy azt mondod, hogy vagy és azt mondod, hogy vagy megdöglöm, vagy megdugom. Hát, a fene se tudja, hogy mi a jobb megoldás. Egyébként, ha most az életem között kéne választani, vagy hogy legyen egy kalandom egy medvével, hát akkor oda mész, és azt mondod, hogy felnézel az égre, keresztethetsz, azt mondja, hogy Szűz Mária, most segíts, és letolod a Nike sortod. Istenem, most légy vele. Figyelj, nekem két gyerekem van. Én még látni akarom egy futás után is a gyerekeimet. Ha a nőstény medve azt mondja, hogy elengedlek, Bali, de legyünk 10 percet együtt, hát te is látni akarod a gyerekedet. Hát most mit választanál? Visszautasítod? Nem. Hát én is szerintem ezt választanám. Jó, én azért megpróbálnám az éneket táncot. Tehát, hogy azért nem egyből úgy indítanék, hogy lefeket. Tehát azért próbáljuk meg, hát ha beválik az a cím, mégiscsak mi beszéltük róla. Brum, brum, Bruno. Tehát azért megpróbálnám az egyes variációt. Ha látnám, hogy a medva még egyszer rám kacsint. Hát akkor jönne a és közeledne. A menekülési útvonal. Rohadjál meg. Mi a fenét tudsz csinálni? De tök jogos a kérdés. Hát itt, hát... Persze, hát városiként az ember ezt csak elképzelni. Ezt csak elképzelni tudja. Hát illetve, bocsánat, rohadjál meg.
Mire szétfújod a szőr? Hát mi van nálad friss futás közben, vagy hajt? Mondjuk nem tudom, hogy mi a jobb, ha ez a medve fiú vagy lány. Ha lány, szerintem. Ha engem kérdezel. Ha lány. Tehát, hogy akkor már legyen egy lány. Egy medve fiú 600 kilós. A medvelány meg 400. Na jó, de ugyanúgy te lehet hátul. Is, ugyanúgy lehet felül. És képzel, és akkor ott még mindig van egy dolog, amivel nem számoltál. Persze, hogy jön a medve és swingerezni akar, és még hoz három medvét. Nem. Mi van akkor, ha szűz? Azért az melós. A gyerekek, óvatosan, vigyázzatok tényleg. Próbáltok meg az egyes verziót, amit ír a cikk is. Nem tudom, hogy hogy kell ezt elképzelni. Táncoljatok, énekeljet. És csináljatok úgy, hogy ne kívánjon meg benneteket ez a medve, aki egyébként a Szlovákiában van, tehát most elindult visszafelé. Ez nagyon pozitív, tehát lejött Lengyelországból, megnézett minket, nem tetszettünk neki, és elindult visszafelé, állítólag már újra Szlovákiában van, lehet, hogy megy vissza Lengyelországba. De a tánc is az ének, ezt kell megpróbálni először. Bárki találkozik. Bármilyen vele. Dal. Tessék? Bármilyen dal jöhet. A medvés. Hát most miért, most ki nem találtad? Jobban szereti az amúri partizánokat, mint a bunkocskát. Te bunkocskát. És berág a medve, hogy ilyet te már nem énekelhetsz. Biztos van valami, aminek jobban bejön, nem? Hát most már magyar mit énekel? Medvés dalokat tud, fülesmackot tudod, nem? Tehát ilyeneket tudsz neki énekelni, nem? Tehát ezek kellene. Éj, te gyöngyhajó lány, a manniga. Hát mit tudsz neki? Mi jut eszedbe? Hát most gondolod, de ott állsz egy 600 kilós medvével a királyréten, ha néztek egymásra szembe, fogod a gyerek kezét, a kezedbe vagy vatacukor, hát azért ott hirtelen nem biztos, hogy beugrik most bármi. Most figyeljetek, én elkezdtem gondolkodni most dalokon. Mondjuk én biztos, hogy Europe Final Countdown énekel. De ne, de az a durva egyébként, hogyha belegondolsz, hogy azért ez egy sok, sokkos helyzet. Mi van, ha nem jut az eszedbe semmi? Hát megkérdezem a Benit, hogy Beni mit énekel. Vagy tényleg nem jön be neki az omega. Vagy az omega. Csak érte, csak omega dolog jutnak az eszedbe. Gamma Police vár, basszus, ez se jött be a rohadt életbe. Lengyel dal kell neki. Érte? Akkor vált az illésre. Nem tudsz mit csinálni. Mi van, ha nem jut az eszedbe semmi? Felmászol egy fára. Tud fára mászni? Igen. A medve rohadt jól mászik fára. Akkor elúszol. A hegyen? Tényleg. De ez az, úszni nem tud. Aha. Mit csinálsz? Nagyon jó. Fesd le magad a földre, és úsz el. Egy ilyen jó kis mulcsos erdei ösvényel. Levetem magam a földre. Azt hallottam, a medve nem tud úszni. Mit csinálunk? Elúszunk. Összezavarjuk. Hát akkor ezt tudod csinálni. Igen, csak az a baj egyébként, ha a legtöbb medve meglehetősen kedveli a halat. Akkor mi van? Szörnyű, mint őkre torkodnál fogva így felkapni, amikor elkapják a lazat bisztrát. Gondolj, a medve rádugrik, és érted, lerántja rólad a bőrödet, és megeszi. A legjobb lenne, ha nem találkoznánk ezzel a medvével. Szeretjük, kedveljük, de drukkolunk neki, hogy visszajusson oda, ahonnan jött egyébként. Lengyelországból. Jó belvárosi programot mindenkinek erre a hétvégére. Senki nem menjen az erdőbe. Vigyázzatok, szabadban vagytok, így van. 8:30 múlt pontosan 4 perccel, 3-as ugrást játszunk. Ha valaki játszana velünk, jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk, akkor híre jutam. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt, pontosan 1 perccel. Egy jó kis Jennifer Lopez dal után itt vagyunk. Jennifer Lopez volt az, aki most egy díját adott, lehető legkevesebbet vette föl, és a legtöbbet mutatta magából. Ő is azon hollywoodi sztárok közé tartozik, aki már bugyit úgy abszolút nem is hord. Tehát nincs rajta soha semmilyen díját adott. Kiment a bugyi a divatból Hollywoodban. Senki nincs már. Most volt egy ilyen nagy összeállítás. És a Ruci is olyan, hogy az oldalán látszik. Hogy már egyre többet, igen. Tehát már nem tudnak mit kitalálni, hogy tudnak még magukból egyre többet mutatni. Szinte mindent. Ami nem baj. Nem volt bajom azzal a fotóval. Nem? Ah, nekem nem. Nem. Jó, de szereted ezt a típust. A Jennifer? Persze. Az egy kicsit nagyobb ilyen kentauros típus, nem? A kentaurokat nagyon szeretem. Régi álmom kentaurral élni, de nem, eddig nem találtam meg az igazi kentaurot. Hát nem, a Jennifer is olyan kicsit olyan... Van egy jó popó. Hát azért az a... olyan kentauros, azt mondom, igen. Aha. Van, hát a... Még két láb hiányzik, nem? Azt mondja, hogy Halli a 4-es főúton a 178-as kavicsnál trafi Debrecen felől érkezőket mérik, mindenki figyeljen. Lalika küldte nekünk. Petőfi híd közepén Buda felé baleset van, méghozzá elég nagy, hatalmas a dugó,
és a rendőrök már kint vannak. Muki küldte nekünk. Viszont lassan intézkednek a rendőrei, ezt Réka is elküldte. Trafi van a 4-es úton Püspökladánynál, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Budai alsórakparton nagyon-nagyon lassú a haladás a Margit híd után is, nem csak előtte, írta nekünk Gábor. Aztán a Boráros téren a városból kifelé 4-es karamból. Ott is nagy a dugó, Stefi küldte, és áll a pesti rakpart is mindkét irányban. Motoros gázolás miatt a Szabadság híd lábánál történt a dolog, hatalmas a dugó, ez pedig Goni küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk, és hármasugrást játszunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Szilvi! Szia! Szilvi, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. Dolgozol? Otthon vagy? Dolgozom, éppen dolgozom. Mit csinálsz? Rendőr vagyok. Úristen, hányszor hallottad, hogy egy rendőrnő az álma? Nem, oh, emlékszem. De hányszor? Ugye? Nagyon sokszor. Nagyon sokszor. Hát, mostanában azért ezt már csak nem éneklik neked, nem? Vagy még mindig? De van, mi igen. Mi volt? Régi TNT. És mit csinálsz a rendőrségen? Én irodában dolgozom, úgyhogy nem fogunk kint találkozni, sajnos. Jó, akkor bilincset sincs. De az van. Tényleg? Prémes. Hát már nem hallottad? De az van. És mit csinálsz? Milyen irodai munka? Adminisztratív? Jellegű? Hát adminisztratív igen, de hát a szabálytalanságokkal foglalkozom, így finoman szólva. Úgyhogy ha szabálytalanságot követtek el az utakon, akkor még beidézhetlek titeket. Olyan szabálysértési előadó vagy? Igen, igen. Régebben jártam be. Nem hozzátok, csak mindig jött, hogy szabálysértése, menj be, és akkor ott megbeszélitek, elismered, aláírod, igen, te voltál, nem te voltál. Igen. Szembesítés is volt? Álljak meg egymással szembe, tábla, Balázs. Stop, tábla, Balázs, stop. Nem, ilyen nem felismeri. Volt. Nem. Szeretett csinálni, Szilvi? Igen. Igen? És jönnek be hozzá tényleg azok, akik, mit tudom én, gyorsan hajtanak, vagy rossz helyen álltak meg, vagy bármilyen igen. Szabálysértést igen. Követtek el. Aha. Egyenruhás vagy? Nem. Milyenek a kérdések, Jani? A kérdések, köszönöm szépen a kérdést, azt mondja, hogy viszonylag nehezek. Nehezek. Van segítséget, Szilvi? Hát a kolléganő, meg a Yard, hát összehívtam a Yardot, hogy sikerüljön a játék. A Yardot? Így hívod saját magatokat, hogy összehívtad a Yardot? Nem, kolléganővel vagyunk ment. Nem vallhatok szégyent, hát most muszáj tényleg villantani egyet. Nagyon bízom benne. De már nincs ez a sztereotípia a rendőrökről azért, nem? Tehát régebben mondja, előr, egészségügyi doboz, izzokiclet, tehát ezt most már azért nem mondogatják, nem? Rólatok. Na most azért a hátad mögé néztél, hogy nem jött be egy kolléga. Igen, nézelődött. Mint a régi rendőrviccek, ugye, hát ezek szerintem azért most már így leromboltátok ezeket a sztereotípiákat. Na jó, menjünk? Persze, vágjunk bele. Oké, okay, Szilvi, figyelj. Így szól az első ugye? Oda pirítottál, János. Bocs. Oda pirítottál. Melyik században volt Magyarországon a tatárjárás? Hallom, van számítógép. Nincs a kollega. Gyorsanet? Vagy még kábelről megy az irodába? Nem. Tatárjárás. 13. század. Na jó. Gyorsabbak leszünk, ha internetet használtok. 13 a jó, 1200. Na most akkor melyik? Ne, 13. század, amit az először mondtam. Így van, ne hagyd magad összezavarni. Ki mondta a 12? Csak magamra hallgatok. Na, megadom, ki jött, hogy 1241 Muhi csata, megláttátok, hogy csak gyorsan bemondtad a 12-t, nem? Nem, csak magamra hallgatok most már innentől kezdve. Vagy bejött Kovács főtörzs. 12! 12, épp paracsétet. Menjünk tovább, Szilvi. Nehéz a második kérdés. Ezek után? Hát figyelj, van internetetek. Milyen témakör? Na, ennyit segítünk. Sport. Hát ki ott a rangidős? Hívjátok be a rangidős. Na jó, megpróbálom. Megpróbálom. Itt szól a második kérdés. Hány játékos lehet összesen a medencében egy vízilabda mérkőzésen? Összesen. 10, 9, 8, 7, 6,
Nem, többen. Mi? Három, négy. Most magad elég képzelted? Igen, 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 igen. Kásás. De mi van, ha össze-vissza úszkálnak a fejedben? Vagy egyforma sapkát viselnek, akkor hogy számolod meg őket gondolatban? Na, ne zavaratok össze. Kásás a Szécsi. Bíros a Benedek. Indítsd újra, Gabikám, a Rosics Buzánsz. Gabikám, indítsd a rútert újra, már lefagyott. Tessék? 14, na, hát hogyha mindkét csak... Na, nagyon jó. Te jó vagy. Ki használja az internetet ilyen jól? Fejből számoltam. Milyen színű sapkát viseltek a fejedben? Tehát, hogy hogy választottad célt? Hogy számoltad? Mert még a fociban az ember ismer egy felállást, az gyorsan még tudja számolni. De a vízilabdában a medencét, elképzeltél magad elé egy medencét, és megszámoltad a lábakat? A legutóbbi mérkőzést, amit megnéztem, így van. Így néztél vízilabdát? Ja, te mi volt? Milyen magyar-szerb? Az nem most volt az a vízilabda mérkőzés, amit láttam, de jól meggondoltam, és jól választottam. És fejben így végigvettél a neveket? Neveket? De ügyes voltál. Vaszics, Szugodics, Szopatics, ügyes voltál. Kumatics, mit csináljunk? Kategóriát mondtok nekem a harmadik. Az előbb most már azért már mind picit, már azért túl sokat segítünk, Szilvi, tényleg, tehát rendőr vagy, oké, én már nem úgy értem, hogy el kell a segítség, nem erre gondoltam, hanem hogy próbálunk kedveskedni, meg segítünk, de minden kategóriában mindig mondjuk meg a témakört, úgyhogy többen vagytok, internetet használtok, hát valamennyire muszáj szigorúnak lennünk. Jó, belevágok. Na, így szól a film, ezt úgyse fogjátok tudni. Nem, tényleg nehéz szerintem. Melyik filmben játszott együtt Scarlett Johansson, Hugh Jackman és Christian Bale? Hogyan? Ez tényleg nehéz. Nem. Az a kincsem volt. Nem lovas film. Hát ez ugye olyan, az ember vagy látta, vagy nem. Vagy emlékszik, vagy nem. Nem láttam, de... Akkor ugye nem emlékszik az ember. Annyira konkrétan. Ez a tökéletes trükk. Így van. Egyébként egy jó film. Rettentő jó film. Nem láttam. Jó. Figyelj, úgy bumozzá, hogy a többi kolléga a folyosón nevese hassa magát. Jó. Megszámolták az őrset! Kétszer rá. Nehogy lövöldözést törjön ki. 13. kerületi rendőrfőkapitányságon szívegében halkan kéne bumozni, nehogy ott valami túlvezérelt rendőrkolléga, azon a levegőbe lőjön kettőt, jó? Tehát, hogy... is, hát a... nem, adjunk bele apai tanányát. Jó. Mehet, csak mondom, hogy szóljál előre, hogy nehogy aztán néhányan félreértsék. Be volt csukva az ajtó, ugye, amikor mondtad, hogy nem láttam meg, különben berohadt volna egy kollega. Lehazudj! Mehetünk? Mehetünk, na figyelj. Mennek az ajándékcsomagok. Tiki-taki. Bum! Hogy? Eszke. Bum! Na! Tüzelnek ránk, Jóska, gyere ma! A büfében már a rendőrség büfében már fegyvert rántottak. Terézd be a szívi bajba, van! Húzzátok a túlsztárt, de honnan jönnek a lövés? Szólik, már álljál föl, csak a Balázsikkal játszanak. Aj. Még ráélünk? Az első figyelmeztető volt? Nos? Nem, ez a rohadt szoftver nem adott semmit, Szilvi. De. Nem, semmit. Mondjuk, hogyha a Balázs következő mappája beesne mondjuk az irattartó szekrény mögé. Ha nem érkezik meg a levelem, Vasmegyéből tárgyalhatunk. Nem, Szilvi nem adott semmit. Tudod, hát a szoftver az dönt rajtunk kívülálló módon. Ugyan csúnyán mondjam. Itt vagy még? Itt vagyok, persze. Szomi vagy? Nem, te leszel Szomi. Nem, most több levél jön. Megyek szembesítésre, megyek. Szilvi, jót játszottunk, gondolj erre. Jó? Jó, rendben, köszönöm. Köszi a játékot, puszi nektek, jó munkát. Köszi. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Erőt, egészség. 3 perc múlva pontosan 9 óra. Gyerekek, vendégünk lesz. 9 óra után érkezik hozzánk Fanándor. Hurrá! Még egy téma, amihez nem értünk. Ja? Egyikhez se. De mindig próbálunk okosak lenni. Most is azok próbálunk lenni. Ugye, mert hogy hát mesél nekünk majd a 110 napos Barcelona World Race vitorlás versenyről. Egy olyan világ, ami tőlünk nagyon távol áll, de mégis nagyon érdekel bennünket, hogy milyen, amikor két embernek meg kell küzdenie az elemekkel, vízzel, jéggel,
sirállyal, amúrral. Igen. A planktonok adával. Repülőbálnákkal. Mesélj nekünk erről, és egy picit próbálunk ebbe a számunkra tényleg kis ismeretlen világba belepillantani, hogy milyen az, amikor az ember 110 napon keresztül kint van a vízen, nem számíthat senkire, csak saját magára. Nagyon sok dologgal kellett megküzdeni. A természet törvényein kívül ugye volt rengeteg technikai hibájuk, és hát erről mesél majd nekünk a hírek után. Milyen érzés az, amikor valaki menekül egy nagyomású anticiklon elől? Például, de remélem ennél izgalmasabb dolgokról is beszélgetünk. 2 perc van pontosan 9 óra, Fanándorral folytatjuk, Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 9:10 lesz, pontosan 4 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Fú, gyerekek, nagyon jó ez a dal. Nem térünk magunkhoz annyira. Hú, komolyan mondom, tényleg. Kálai Sanders band, ugye nem is egyedül, hanem ő a zenekarával, és hát ez hihetetlenül jó kis dal volt. Ilyen kis amerikai rockos, ilyen West Coast, ilyen Totó jellegű kis dalocska, de nagyon kis Europe, kis Totó, igen. Téma bekúszott. De nagyon. De jó volt. Végre valaki tökösen énekel, és rockzenét játszik, nem? Vagy hát ilyen lágyabb rockzene, de hogy ez nagyon jó kis dal, tényleg. Szerettük. Meghallgattuk hangosan, tényleg jó volt. Közvágó hittól a Soroksári útig befelé áll a sor, hatalmas a dugó. Gábor küldte nekünk, Margit körút is behalt minden irányban, ha ki tud kerüljön. Petőfi hídon is hatalmas baleset van, a Boráros tér környéke is áll, hídra felmenő sor is megállt, a Blahánál van a sor vége. Te jó Isten! Aztán a 4-es főúton a 178-as Kavicsnál trafi, méghozzá Debrecen felől érkezőket mérik, ezt Lalika küldte nekünk, budai alsó rakpart szintén nagyon-nagyon lassú, a rakparton lassú a haladás. 4-es úton a 44-es kilométernél trafiznak, és azt nézem, hogy van-e még valami, ami friss. A közvágó híd jött, de azt már mondtam. Igen, Margit körútat is mindenki felejtse. Ott még tart a felújítás? Bizonyára. Igen? Aha. Hát még, hogy van, júliusig? Újra felszedik, amit már egyszer megcsináltak, és most igen. Újra leteszik, amit már egyszer letettek? Mert leteszel valamit, megnézed, hogy jól tetted el, de az csak úgy tudod megnézni, ha felszeded. A körülbelül itt tartunk. Pont most volt egy cikk valamelyik internetes portálon, hogy ha ismerős önnek a körúti javítás, elmondjuk, hogy miért, igen. Amiről ugye mi is beszéltünk néhány nappal ezelőtt, hogy mintha ezt már egyébként pár évvel ezelőtt megcsinálták. Megcsinálták volna. Hm. Igen. Na, hozzánk megérkezett vendégünk. Jó reggelt kívánunk, megjött hozzánk Fanándor. Hello, jó reggelt. Jó reggelt. Jó, hogy nem mozog. Ó, már rég nem mozog. Már rég nem mozog. Fél napig mozgott, akkor minden, és nagyon, és furcsa volt, de aztán megállt, és kezdtem magam attól furcsán érezni, hogy áll, de hozzászoktam. 110 nap után, amit az ember óceánokon, tengereken tölt, utána csak fél napig mozog a szárazföld. Azt hinni az ember, hogy ilyenkor a napokig tart, amíg az ember visszaszokja. Néha egy kicsit viharosabb körülmény után a Balatonon is egy fél nap alatt össze lehet szedni, és sokáig mozog, de nekem most, hát elnézést kérek, de 110 nap után fél napig mozgott. Viszont akkor nagyon. Bementünk ott egy házba, és úgy éreztem, hogy rám dől. És nézegettem, hogy ezt most csak nekem mozog, vagy mindenkinek. De nekem mozgott csak. Ha mondjuk utasként valamelyikünk elment volna veled, nem az a kérdés, hogy meddig mozogna, de az sem, hogy mennyi idő után estünk volna a tengerbe, de mondjuk utasként ez végigcsinálható? Ha lekötsz a kabinba, és azt mondod, nem jöhetsz ki, nem mozdulhatsz meg, üljél ott lent 110 napig. Az egy dolog, hogy összecsinálnád magad gyorsan a körülmények. Köszönöm, hogy ilyen jól ismersz, és ilyen őszintén. Ne, most itt a hozzászokásról van szó, és azért nem megy az olyan gyorsan. De mindenképpen kell az, hogy aklimatizálódjon az ember hosszan és sokat, és nem lehet csak a déli vizekre úgy lemenni, hogy oda megyek és jó napot, ez olyan, hogy nem lehet 7000-től megmászni az Everestet, hanem föl kell menni és aklimatizálódni kell. Itt hosszan kell ahhoz haladni, hogy az ember egyszer csak majd ott azokat a nagy robogásokat, a nagy hideget, nagy hullámzást egyrészt meg tudja vitorlázni, másrészt agyilag, szellemileg kibírja. Ez terhelő. De mi nem dolgozni mentünk nem volna. Hát, csak ott szépen ez a kajüt aljában. Nagyon tévesz azt jelenti, hogy az utasnak élvezetesebb. Mozog, hideg, vizes. Vagy esetleg ez nem férne bele, hogy akkor Balázs mondaná, hogy Nándi, akkor én most egy kicsit előre megyek, jó? És viszem a napolajomat, meg a kis törölközel, és kicsit napozok, nem gond? Jó, oké, megvagytok, jó? Oda előre én is csak beöltözve megyek, és kiveri a szememet a víz. De hát próbáljuk ki. Na, jövőre. Próbáljuk ki, lesz még alkalom. A kis kétszemélyes kis gumicsórakomat,
rád kötök, és akkor ott megyek utánatok. Húztok, elültökélek, és megyek utánatok. Egyszer kipróbáljuk ott Barcelona előtt, és ha még mindig kedved lesz, mehetünk tovább. Megjelen a Balázs ott a kis izével, gurulós kis bőröngyével. Igen, a kis kézipodgyászommal. Itt vagyok. Hajsítő vasat, hova tudom dugni? Na, polaj ez az, igen. Igen. Na, hát azért azt lehet tudni, nyilván humorizálunk, de hogy egy ilyen 110 napos földkerülő vitorlás verseny azért az nem egy leányálom. A nehézségek már az elején voltak. A társad, egy magyar fiú, ő lemondta, nem? És kellett valakit pár nap alatt találnod, hát akivel neki tudsz vágni? Hát azt mondta, hogy egy nála tapasztalatomnak átadja a helyét. Aha, tehát pontosan mi volt az ő agyában, én azt nem tudom megítélni, ez hangzott el, de az utolsó pillanatban, vagy az utolsó utáni pillanatban nekem elég nehéz volt, akkor hirtelen leakasztanom valakit itt. 5 hónapról beszélünk, és valaki 5 hónapig azt mondja, hogy na, jövök. Ez nagyon ritka. És meg gondolom, nem arról van, hogy veszel egy express-t és megnézed, hogy ki az, aki volt nekem egy mondjuk egy 6 fős listám. Ennyi a világban, aki erre alkalmas, és mondjuk nyitott. Ebből a 6 főből végül az első a Konrád volt, aki felvette a telefont, és 20 másodpercen belül igent mondott, amire egészen kicsi volt az esély. Mondjuk annyi, mint megnyerni most az 5-est. És mi laikusok vagyunk tényleg a dologban, de mik a fő szempontok, amikor ezt nézed, azt mondod, hogy 6 fős lista. Mik voltak a fő szempontok? Bírja, mondjuk 100 napok keresztül a Solet koncervet? Az a szakmai tapasztalat, mondjuk benne van. Volt már ilyen körülmények között, nem éri meglepetés, legyen kellően motivált, és legyen annyira profi vitorlázó, hogy emberileg majd össze tudunk csiszolódni, mert a profizmusnak az is része, hogy egy másik embernek a stílusát, a habitusát, a szagát, a mindent kibírom itt majd 110 napig, vagy ameddig éppen kell. És ezt elhittük egymásról. Én is elhittem róla, ő is rólam, hogy ezt képesek leszünk végigcsinálni. Jól megbeszéltük a filozófiánkat indulás előtt, hogy türelem és tolerancia, ezt főfestettük képzeletben a falra, és időnként emlékeztettük egymást, hogy nézzél már föl a falra, öreg, és akkor... De ezt már az ordibálás után gondolom. Emeltebb hang nem. Amikor néha szakmailag, vagy bármilyen egyéb okból nem értettünk egyet, akkor a végső szó mindig az volt, hogy a falat... Aha. De mi vitatkozol ilyenkor, hogy merre menjetek, mennyire húz meg az orvitorlát? Azon többször volt ilyen kis szikrázás, hogy éppen milyen vitorlát húzzunk. Mert a Konrád a maga fiatal tempójával és a maga digitális mániájával engem nézte a képernyőt, ahogy ti, és leolvasta ott a bal alsó sarokba, hogy éppen az most az A2-es vitorlát ajánlja, mert van egy ilyen program benne, hogy milyen vitorlába kéne nekem adott célviszonyok között, szélerő, szélirány, milyen vitorlába kéne mennem. És Wikipedia? Fölment a netre, megnézte, mit kéne húznunk, és akkor mindjárt mondta, hogy de hát náni, A2-vel kéne mennünk. Mondom, rendben van, hogy te itt kinézed a szemed a képernyő előtt, de nézzél ki is egy kicsit, és nézd meg, hogy milyen felhőzet jön, 20 perc múlva itt letépi a hajunkat a szél. És hát ilyeneken néha összekülönböztünk, mert hogy az alatt a 20 perc alatt is mennyivel gyorsabbak lennénk. Mondom, az igen, de amíg majd éppen letépjük és megküzdünk vele, hogy egybe leszedjük, az meg majd 1 óra lesz, és veszítünk vele. Tehát valahol az elején még voltak köztünk ilyen villanások, hogy ő ezt másképp képzelte, ő tapasztaltabb volt mondjuk a legkorszerűbb programoknak a használatában, én meg tapasztaltabb voltam a felhők olvasásában, és ezt aztán lassan összecsiszoltuk, és ő megtanulta azt becsülni, amit én tudok, én megtanultam azt becsülni, amit ő tud, és ellestük egymástól, de sokkal többként érkeztünk haza, mint ketten. És ilyenkor ő Morci lett, és bement a kajutba a mackójával? Vagy? De... igen, volt ilyen, hogy bement, volt egy felfújható fejpárnája, azt magára kapta, és együtt bánkodtak ott. Igen, ez egy érdekes dolog, azért a 10. napon kiderül, hogy nagyon horkol, nem? Szóval, hogy azért az... Hát azért ez elég nagy hajó ehhez. Volt a két fekhely között 5 méter különbség, az egyik oldal, a másik oldal. De ott onnan nagyon nincs visszaút, nem? Szeparációs zóna, és először még úgy képzelte, hogy ő majd mindig a szél felőli oldalon alszik, és váltogatjuk a fekhelyet. Én mondtam neki, nem, te ott alszol, én meg itt alszom, minden körülmények között, én nem szeretném a nyomaidat szaglászni. És aztán ebben megegyeztünk végül. December 31-én rajtolt el a hajó, ha jól olvastam, és pár napig egyébként az élbolyban mentetek, aztán beütött az első krak, egy nagy szélcsend, amivel megálltatok. Hát nem, pár óráig mentünk pár óráig, az élbolyjal, hát igen, a konyatig jól mentünk, de nekünk volt egy hibás meteotaktikai ajánlásunk,
és most ez mosakodásnak tűnhet, de nem az én emberem volt, hanem a Konrád embere volt, egy francia metotaktikus. De már megvertétek? Még én nem, de nagyon szeretném. Igen, arra jársz akkor. Ha lesz alkalmam, de én nem tudom ki az illető, mert egyszer remélem a Konrád bemutatja. Szóval ő azt javasolta nekünk, hogy tartsunk keletnek, és ha lehet, keletről kerüljük Ibizát, mert ott kint majd jobb szél fúj, és akkor alulról körbejárjuk a mezőnyt, és húrá. Na, mi szépen tartottunk keletnek, ott kint elhalt a szél, part alatt meg elrobogtak a többiek. De egyedül tartottatok keletnek? Mert az egy bátor dolog, ha közben a többiek elhúztak a nyugatra. A VR Waterre tartottunk keletnek, tehát azok is rosszul ítélték meg. Ők időben észbe kaptak, egyébként mind a ketten végül nyugatról kerültük Ibizát, mert nem lehetett elmenni keletnek, ott még jobban megálltunk volna, hogy fölébredtünk. De ilyenkor mondjuk beáll egy szélcsend, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy konkrétan mondjuk, hogy beáll egy szélcsend, és mondjuk két napig álltok, és nem mozdultok. Négy napig álltatok. Annyira egy helyben, hogy kidobsz egy konzervdobozt, és négy napig nézegeted utána. Az bosszantó. Mint a szög. Itt azért nem haverkodtatok össze Konráddal egyből, tehát nem ez volt a csapatépítés első momentuma. Nem volt ilyen, hogy... Együtt bánkodtunk és együtt sírtunk ezen a történeten. Ő konkrétan annyira frusztrált volt, hogy nem lehetett hozzászólni, és ez többször előfordult. Én megtanultam egy idő után nem szólni hozzá, mert az úgy... Hamar megfagyott a hangulat. Gyufa a benzintagban. Igen, az első 110 napból már az a negyedik napon. Igen. És de az egy mélynyára második napon kiderült ez a képesség. Hogy a többiek hol tartanak, és közben ők a nyugati oldalon húznak el nagyon? Tehát arról ti nyilván kaptak információt, a hajók nagy része az a spanyol oldalon húzott el gyorsan, és eltűntek a képből. Egy hajó, a Renault, az átment az afrikai oldalra, és miután láttuk, hogy a spanyol oldalon elfogy a szél, még az a kevés is, ami mondjuk a programban volt, mi is próbáltunk átmenekülni az afrikai oldalra, de mi már nem értünk át. Így középen ott szépen letáboroztunk, és ez négy napig tartott, mert mindenki Gibraltáron túl kint a Kanári-szigeteknél hajóztak, amikor mi kiszabadultunk. Pedig te körömkoszakatáig ragaszkodtál azt, hogy menjetek Ibizára, mert nagyon sok vadul eveztünk. Ibiza már mögöttünk volt akkor. De... Tehát, legalább a pacsába ugorjunk le. Jó, egy 30 éves vagy, és nem akarsz Ibizára. nem akartam Ibizára, nem érdekelt. Egyedül előre szerettem volna haladni, de ezt meg nem tudtunk. De végül aztán kiszabadultunk, és mentünk a többieknek a nyomán, de hát nagyon lemaradva. Nincs és az igazság, akar. Hogy ezt a vészmotor nincs ilyenkor, vagy nem lehet? Motor van, mi nem vész, csak úgy simán. De nem használhatod meg így. De nem használhatom egyáltalán. Áramfejlesztésre igen, de meghajtásra nem. Lehetne csalni persze, de ez mondjuk nem volt cél. Így aztán lemaradtunk, mint a borravaló, és ez az első éjszakai lemaradás, ez végig kísért az egész verseny. Utána zónáról zónára, ciklonról ciklonra mindig maradtunk le a szélről, és ez, amit először csak 100 mérföld hátrány, az aztán végül lesz 5000 mérföld. És elképesztő fotókat lehetett látni, amikor is te ülsz a 27, nem tudom, 30 méteres árbocnak a tetején, és éppen szerelsz valamit. Ez egy teljesen hétköznapi szituáció, hogy a legnagyobb viharban 10 méteres hullámoknál neked a 30 méteres árbocon kell éppen szerelned valamit? Igen, igen, ez sajnos ott egy eléggé hétköznapi, ez hozzá kell szokni. Ez ilyenkor kőpapíroló, vagy hogy döntötök, hogy ki megy föl, vagy ez ho. Munkám múlik, hogy éppen mi a feladat. Ha csak kötélmunka volt, akkor fölküldtem a Konrádot, ő mégiscsak fiatalabb volt, de amikor szétbeesett az árbóz teteje, és nem volt nagy vitorla felhúzunk, akkor én mentem föl ezt megcsinálni, mert ez a fajta kreativitás az inkább rám jellemző. Meg úgyhogy, te tervezted a hajót, te ismerted. Meg hát az én hajom, és amikor kockázatos volt, akkor inkább magamat szerettem kockáztatni, mint mást, és akkor nem engedtem a Konrádot, de volt egy olyan szituáció, amikor lefejeltem az árbózat, és szétnyílott a fejem, akkor olyan volt az időjárás, hogy egész egyszerűen nem engedtem őt föl. Az, hogy olyan az időjárás, ez nyilván számunkra szinte értelmezhetetlen, felfoghatatlan, tehát mondjuk az ember sétál a gyerekkel a Margit-szigeten, és jön egy nyári zápor, az tudja, hogy az kellemetlen, de nem ugyanolyan, mint lent, nem tudom, a Hornfoknál mondjuk 20 méteres hullámokban. Hogy tudsz konkrétumokat mondani, hogy mondjuk a szakasz legdurvább része a Hornfok, ott például hogy kell elképzelni egy zord háromnapos kis átkelést. Nekünk érdekes módon Új-Zéland előtt, mielőtt kikötöttünk a Új-Zéland, az utolsó éjszaka volt ilyen kicsit durva, akkor 58 csomós szél fújt műszer szerint, ami nyilván ennél több volt. 11-12 méteres hullámok. Az kilométer per órában, bocsánat, csak hogy az 58 csomót... 110 kilométer. 110 kilométeres szél a nyílt vízen. És mekkora hullámokat jelentett? 10-12 méteres hullámok. Oh. Jézus Mária, én is láttam ekkora. Hajó lelassíthatatlan ilyenkor. Ezt tudni kell egy versenyhajóról, ezen nincs fék. Nem lehet betaposni és akkor megállni, hanem visz, mint a rongyot, és akkor gyorsan haladtunk ott a hullámok között. Miközben tudtuk, hogy a hajó sérült, de hát ez később is sokszor volt így, hogy döntenünk kellett, hogy ilyenkor most hogy egy 70 csomós előszél elől menekülünk,
vagy kíméljük a hajót. Valaki áll a kormánynál, és próbálja irányba tartani, hogy ne boruljatok föl, valaki pedig elől is ordítotok, hogy halljátok egymást egyáltalán? Igen, Mr. Bain szállt a kormánynál, ez az automata kormány. Automata kormány van ilyenkor. Tudtam, hogy van aki ilyen. Az éjszakában jobban vezeti a hajót sokkal, mint mi. Ez volt... És mi meg hát törtük a fejünket, hogy akkor most mi a legjobb taktika, be kellett ott találnunk egy szorosba, a Stewart Island és a új-zéland déli sarka között, amit sikerült hajnalra megcsinálni, és elég furcsa viszonyok keletkeztek, mert amikor mondjuk 10 méteres hullánzásba kifogy egy pillanat alatt a szél alólad, az a legrosszabb. Amíg fúj a szél, stabilizálja a hajót. Aztán megáll a szél, a hullámzás marad, és akkor szétver mindent. Akkor billegsz, csattog, az a legszörnyűbb. És ott volt egy-két óra ilyenben részünk, és aztán végre rátaláltunk a bejáratra, bementünk a kikötőbe, de hát ott is olyan volt, hogy egy 5 csomós áramlat kifele, 40 csomós szél befele, siklásban mentünk a szembejövő hullámokba, és hát az is elég kellemetlen volt, de végül sikerült átverekednünk rajta. De hát ez a megálló, ez még rátett az addigi hátrányunkra, úgyhogy nem volt elég, hogy időjárási zóna hátrányban vagyunk, még ott elment ezzel plusz 6 napunk körülbelül. Van olyan, vagy volt olyan pillanat a 110 nap alatt, amikor mondjuk még téged is meg tudott ijeszteni a természet? Vagy azt mondtad, hogy hú, na most picit félek. A természet az folyamatosan működik, ahogy működik, hogy te mitől ijedsz meg az a te magánügyed. Én nem vagyok ijedős. Az, hogy az agyammal tudom, hogy mi történhet, az nem jelenti azt, hogy ettől elkezd rezegni a térdem. Szóval én nem ijedtem meg semmitől, az attól még igaz, hogy az ember pontosan tudja, hogy mi történhet, elég jó fantáziámmal hozzá, és miután a Hornfok előtt egy olyan 1000 mérföldre elkezdtek törni a tőkesúly csavarjaink, akkor második tört le, ott elég jó meg volt nekem az a kép. A tőkesúly nem biztos, hogy mindenki tudja, az, ami lefelé húzza a hajót, hát súlyként, ha a balanszt biztosítja a hajónak. Most, ha a csavar eltűnik, a tőkesúly leszakadhat? Leszakad, de a hajó felborul, és vége a történet. Ti ki vagytok kötve a hajóhoz egyébként egy ilyen viharban? Én nem, a Konrád sűrűn kikötötte magát, de nekem más a filozófiám, én nem szoktam kikötni magam. Ha valaki esetleg nem érted, a tőkesúly az, amiben a Pogány Madonnát elrejtett. Hát nem ebbe, hanem egy hasonló. Mi nem csempésztünk már. Ezt tetszik nekem, hogy te nem a Konrád, igen, ez egy életfilozófia, hogy az ember azt mondja, hogy én nem jön, aminek jönnie kell, én nem kötöm ki magam. Nem, egyfajta olyan filozófia, a Konrád egyszer hajózott valakivel, aki leesett a hajóról, és neki ott kutatni kellett az éjszakában, vagy valami, és megtalálta, és neki ez egy olyan élmény volt, ami miatt a mennyasszonyának megígérte, hogy ő mindig be fogja kötni magát, és a tükörsima vizen is bekötötte magát néha, eleinte, aztán erről leszokott később. Én nekem meg az a filozófiám, hogy aki azt szokja meg, hogy be van kötve, és félkómásan kimegy néha akár pisilni, és nincs bekötve, de azt hiszi, hogy be van kötve, annál nagyobb baj nincs. Úgyhogy én inkább ahhoz szoktattam magamat, hogy nem vagyok bekötve, és kapaszkodni kell. És amikor rossz volt az idő, még pluszban is kötöttem magamat. Az olyan dupla biztonság, mint amikor azt hiszed, hogy biztonságban vagy, és nem. De vannak olyan pontok, ahol effektíve ki se tudnak benneteket menteni. Tehát például egy Hornfok, mire te ott beesel, mentőhelikopter, hát nem Hornfoknál, nincs, de Hornfoknál már ott a chilei biztonsági szolgálat azt tud segíteni. De hát mi jóval előtte, ott 2000 kilométerrel előtte kezdtünk bajba lenni, és ott bizony nem nagyon tudnak segíteni. De most főleg, ha az a ciklon utolért volna bennünket, ami kergetett minket. Menekültetek egy ciklon elől? Igen, egy óriási ciklonnak a 70 csomós szele elől menekültünk, és a routingunk azt mutatta, hogy folyamatosan 3-4 óra előnyben vagyunk, és úgy érünk oda a Hornfokhoz, hogy 3 órával előtte átmegyünk a Hornfok alatt, és ott a szél délnek fordul, mert az andesek lenyomják, és mi kimenekülünk előle. Ez megtörtént, jelentem, de ez egy 1000 mérföldön át kergetett bennünket, és miközben nekünk ott a tőkesű csavarok miatt kellett volna kicsit kímélni a hajót, eközben hát eresztettük neki, hogy ezt az idő előnyünket meg tudjuk tartani. Ha már szóba hoztad, csak azért merem megkérdezni, hogy ha két kézzel kell kapaszkodni, akkor technikailag egy pisilés hogy néz ki? Hát akkor összebrunyálod magad, olyan egyszerű. De nem kell. Ez azért volt az a szituáció, hogy egy kéz legalább szabad volt. De az nem kellett segítséget kérned egyszer sem. Igen. Nem. De amikor ennyire szigorú volt az időjárás, akkor olyan vízmennyiség jött, ment a kormányállásba, hogy odász az ajtóba, és jó napot, és folyamatos a mosás. Volt olyan pillanat, amikor azt gondoltátok, hogy nincs tovább, mert a hajó nem bírja, vagy ti nem bírjátok? Olyan, hogy mi nem bírjuk, olyan nem volt, de gyakorlatilag úgy vitorláztunk le 8000 mérföldet, hogy bármelyik hullám lehetett volna az utolsó, és ezt tudtuk. Ez egy borzalmasan frusztráló érzés, senkinek nem kívánom. Én ezt nagyon megszenvedtem, és soha életemben nem szeretném ma visszatérni. Neked azért is, ugye, mert a hajó tervezés. Hát az én gyermekem a hajó, meg az életünk múlott rajta adott esetben. Ezt most össze lehet kapni úgy, hogy indulj vele?
Hogyne, persze. Most holnap megyek vissza Barcelonába, és ripityomra szedjük, árbóc ki, tőkés új ki, és darabokra szedjük, és kezdjük újraépíteni az egészet. Tehát át kell tervezni? Nem, áttervezni nem kell. Van egy-két dolog, amit módosítani kell, azokon dolgozunk, vízbalasztrendszer, uszonyok. Ezeket korábban én már leírtam, hogy milyen módosítás kell ahhoz, hogy versenyképesebb legyen a hajó. Ezeket megcsináljuk, de alapvetően csak inkább az elromlott dolgok javításáról szól ez most, de ez két hónap munka azért. Vannak olyan tengerész hagyományok, amiket mondjuk ti ott ebben a 110 napban megtartottok, hogy ha megkerülöd a Hornfokot, ha megkerülöd a jó reménység fokot, van egy olyan hagyomány, hogy... Egyenlítőnél jó segbe rúgtuk egymást. Tényleg? Annak ellenére, hogy ez nekem mondjuk a 8. volt, a korábban a 7. Nézett rám, mert nem értette, hogy mit akarsz. Ez azért, hogy egyet értettünk. Gondolkodjunk szolgálat a Balzsin. Dinárd, csak a 8. De voltak bizonyos fokok, ilyen mérföldkövek, ahol egy csokival megünnepeltük. És akkor megkínáltam őt egy csokival, ő megkínált engem a felével, és akkor ott jó, megünnepeltük mondjuk olyan fokot. Voltak ilyenek, a Lievenfok, Ausztrálián, hát Tasmania, vannak ilyen inkább lelki állomások ezek, hogy túl vagyunk az út felén, van egy ilyen, a csendes óceánban van egy pont, ami a legtávolabbi pont mindenhonnét, ez a legmagányosabb pont, ez valahogy így is. El sem tudjuk képzelni, hogy ez egy ilyen lehetetlen. Egy navigációs pont csupán, de amikor elmentünk mellette, akkor attól kezdve már közelítesz vissza a civilizáció fele. Úgyhogy azt is megünnepeltük egy darabka csokival. Az milyen, amikor hetekig senkit nem látsz, és senkivel nem találkozol? Hónapokig. Hajót se, semmi. Hajót se, senki. Tehát ott semmi. Van Konrád, nyilván már sok mindent megbeszéltetek, mondjuk éppen nyugival, és hetekig nincsen nagyon sokat beszélgettünk, senki. De volt olyan, amikor nem, mert hát pihenni is kell valamikor. És ott lenne a déli vizeken, bizony úgy érzed magad, de egy idegen planétán lennél. Az nem a földgolyó. Tehát pontosan jó, tudod, hogy nem a földgolyó. De jó vagy inkább nyomasztó? Nem, az nem jó. Nem jó. Az normális ember nem szereti, és mi azok vagyunk. Nem, ez nyomaszt, a teljesítmény miatt mész oda, és igazából senki nem szereti. Hideg van, minden vizes, óriási hullámok vannak állandóan, fúj a szél, ha nincs szerencsét szemből, és hát hajóztatok olyan részeken, ahol hótaposóban kellett aludni, nem? Annyira hideg van. Tehát nem csak én hálózsákban, vizes hálózsákban, hótaposóban, vízhatlan ruhában teljesen beöltözve próbáltam aludni, de hát ez azt jelenti, hogy mondjuk olyan félálomba szenderegsz perceket. Ez a pihenés. És azon gondolkodtatok, hogy miért volt ennyi technikai hiba? Tehát ez egy rendes dolog, hogy van egy hajó, amit az ember épít, és igen, az első nagy útján ezeknek ki kell jönni. Vagy valami félrecsúszott kicsit. Van egy része, amelyik így van. Aztán volt egy része, ahol dühöngtem, nem kicsit, nagyon, ahol drága dolgokat megveszel sok pénzért, és rájössz közben, hogy valaki link volt. Átvertek. Mert nem úgy csinálták meg, ahogy elvárható lenne, és mindig valakinek a hozzá nem értése, vagy vagy rossz szándéka, vagy a lustasága miatt te nagyon nagy árat fizetsz ott kint. És mit esztek például ilyenkor? Mit visztek magatok? A konzerveken éltek 110 vagy 150 napig? Vagy, hát, vagy egyszer a Konrád főzett, egyszer te főzöl? Vagy? Hát mindegyünk főzött magának, a Konrád Vega, én mindenevő, és mindegyünknek ilyen méhűtve szárított zacskós élelmiszer volt az alap, ez a liofilizált. Az annyi, hogy van egy zacskód, annak a tartalmát beöntöd egy ilyen termoszszerű edénybe, hozzáöntesz 3,5 deci forró vizet, 10 perc múlva kész az étel. Magyar konzervet vittetek? Nem. Valami hosszú évekkel ezelőtt olvastam veled egy interjút, és annyira megragadt benne, hogy mondtad, hogy a magyar konzervek világhírűek, illetve világszínvonalúak csak méreggel vannak tartósítva. Ez pontosan így volt, és ezzel mérgeztük magunkat évekig, de ennek vége van. Egyetlen darabot sem vittem magammal, és a jövőben sem fogok, miközben világhírűek és klasszak. Na, egy szponzort megint vesztettél. Egy jó lépcsős pedig mi? Nagyon sajnálom, szurkolok mindenkinek, de hát én nem, már nem engedhetem meg magamnak ezt a luxust, hogy konzervet tegyek, amíg élni akarok kicsit. Tehát maradunk a liofilizáltnál, és az egyéb ilyen eltartható, száradott mindenféle élelmiszereknél, de egy idő után rájöttünk, hogy összesen 1800 kalóriát eszünk naponta, és fogytunk durván mind a ketten, és ez meglepetés volt, meg kicsi betűkkel volt rajta nagyon ezeken az acskókon, hogy mennyi benne a kalória, és kevesebb volt sokkal, mint amire számítottunk. Olyan nem volt, hogy megkérdezted magadtól, hogy milyen fenét keresek én még itt, és hogy miért csinálom, és hogy mit akarok ezzel bizonyítani, hát, még arra lennék, mert pontosan tudom, mit keresek ott. És hol a fenében vagyok? Nem először voltam ott, negyedszer, és
tudtam, de amúgy sem vagyok ez a típus, aki azon mérgelődik, hogy vajon miért csinálom, amit csinálok. Azért csinálom, mert szeretem, és az összes negatívum, a hidegével, keservével együtt szeretem. Van egy csomó minden, beleértve a szerelmet is, aminek van árnyoldalai, és azt vállaljuk az a jóért. Hát ilyen a hajózás is, és az, hogy lent ott hideg van, ez nem egy nagy meglepetés. Hát ez van. Én soha nem bántam meg, és soha nem kérdeztem ilyen hülyeséget magamtól. Volt olyan, hogy a korát egyszer berepült a kabinba, és azt hitted, hogy ott a vége, mert hogy ezt nem éri túl. Az viharban történt? Fejjel. Hát olyan erős szerepeletben. Erős szél, igen. Korábban már szóltam neki többször is, hogy ne fejjel jöjjön be, hanem hától. Hogy ne szerepeljen már feleségesen. Ne dobja már fel a hangulatot egy hülyeséssel. Mert a fejjel nagyon kemény fejű legény, de mégse. És ott akkor éppen úgy jött be, és elcsúszott a keze a fogantyún, és tényleg fejjel érkezett le a bordára és a vállával, úgyhogy ott mindjárt el is vesztette az eszméletét. A válla kiugrott, aztán visszaugrott, ahogy megmozdult. Fölébredt, elmondta, mi történt, én ott éppen levideóztam, aztán visszaájult. Hát, nem vagy elég elég furcsa volt, amikor visszaájult, hirtelen sem tudtam, mit kezdjek vele. De aztán egy idő után fölélet újra. És aztán két hétig ápolni kellett. Nem tudott megmozdulni sem. Azt olvasom, hogy egyszer neki ütköztetek valaminek, aminek nem tudtátok, hogy mi az? Vagyis összetörte a kormány összekötő rudat? Egyszer nem tudtuk, mi az, az egy ilyen UFO volt, egy nagy fekete valami. Ilyeneket nem mondjál egyszer, Balázs nagyon fogékony a témára, nem valami volt. Én hívő vagyok, hogy kevésbé. Ez a víz alatt úszott valami nagy fekete? Az UFO-nak az ismeretlen eredeti tárgyat hívjuk ott. Tehát egy ilyen ismeretlen eredetű nagy fekete tárgy volt, ami fölütötte a kormányunkat, ott vannak ilyen biztosító csavarjai ennek. Fölment, ez nem lett volna baj, csak az összekötő rudat eltörte, és a gömbcsuklókat elgörbítgette. De később is ütöttünk még ilyet, amiről viszont tudtuk, az nem UFO volt, mert halászháló, vagy egy nagy halászháló csomag, de ugyanúgy problémákat okozott, és szerencsére az már nem törte el a kormányunkat, de meg kellett állni hozzá, és tolatni kicsit, hogy megszabaduljunk tőle, és ilyen volt még kétszer. Szóval azért a sajnos az óceán tele van ilyen úszadékos szemetekkel, és nem mind kicsi, sőt, többségük nagy. Ilyenkor ilyen hollywoodi jelenetek beleférnek, vagy lehetnek, hogy akkor a fogait között egy késsel leugrassz a hajóról, lemész és levágod a rá gubancolódott hálót. Hát ennél még magábbak is lehetségesek. Szerencsére itt most nem kellett, mert minden tolatásnál megszabadultunk ettől, amitől kellett volna. De nyugodt. Össze lehetne jönni, ha tudsz egy ilyen hollywoodi embert, majd számolzom a kést, lemegyek neki, csak mozizzon. Azt lehet olvasni, hogy ilyen kilométeres szemét hegyek úsznak az óceánokon, és hogy ezek csak ott úgy gazdátlanul ilyen kilométeres nagy, nem tudom, szigetekbe össze tolódva ott úsznak. Ilyenek találkoztatok? Na, gyűjtenek ilyen szigeteket. Szerencsére ilyen? Nem. Sok szemetet láttunk, sok ilyen úszadékot láttunk. Meglepetésemre most az Atlanti óceán az Egyenlítőtől egészen a Zöldfoki szigetekig tele volt hínárral, alig tudtunk menni tőle, óránként, fél óránként meg kellett állni lerázni magunkra, mert ilyen hegyekbe összerakódott, irdatlan mennyiség. 900 mérföldet mentünk egy hétig, úgyhogy fél óránként meg kellett állítani a hajót és lerázni a hínárat. Borzalmas volt. Nagyon utáltuk. Szemétből is sok van, úszik. De ezek az összerakódott szigetek, ezek most éppen a csendes óceánban Japán mellett vannak. Japán összes szemete utockál az óceánon, és ez elég szomorú. Te változik az óceán klímája? Ez azért lehet? A hínár az igen. Meggyőződésem, hogy melegebb az óceán, és azért lett ekkora virágzás, mert korábban a Sargasso-tengeren volt ugyanez a hínár típus, de ez egy aránylag lokalizált volt, most meg az egész óceán tele van vele, borzalmas. Na, és őszintén, mikor hangzott el az a mondat először a szádból, hogy Konrád, hát még csak a 90. nap. Hát a 90. nap. De elhangzott. Nem baj, hogy megfogod a combot, de ki van a kormánynál? Nem. Konrád, ki van a kormánynál? Mr. Bain. Nem, ilyen neki mennyasszonya van, nekem feleségem, és én öreg vagyok ehhez már. Legyünk az egyik férfiak magát. Azért 110 nap a 110 nap a rohadt életben. Hát azért az egy hosszú idő, nem? A fene vigye. Hosszú. Hát azért az egy hosszú. Egyetért. Hosszú idő. Majd a mennyasszonyra gondolok, Nandi. Tudod mit? Nem is. Hát nekem fogalmam nincs, hogy mit csinált a korrád, amíg én aludtam. De valahogy megoldott ezt a problémát. De volt olyan, hogy most jobban mosolygott, amikor felébredt.
Nem, olyan, amikor gyanúsan viselkedett volna, ilyen nem tűnt fel. A fáradtság jeleit láttam rajta, de ilyen fajta... És az az ápolás mi volt? Az azt mondtad, hogy egy hónapig kellett ápolnod? Nem, mert hogy csak két hét volt benne, csak nagyon élvezte. Nem, egy hónapig, két hét volt, és körülbelül... Itt is nagyon fáj, és nagyon is van egy bibi. Nem ilyen volt. Alapvetően az volt, hogy ő nem tudta az ágyat elhagyni, mert nem tudott kapaszkodni. Az egyik válasz korábban műtve volt, azt féltette, a másik teljesen hasznavehetetlen volt, hogy nem mert kijönni a hajóból egy darabig. De aztán később jött, és már tudott segíteni is, de egy a jó hétig kellett a vördöt hordani hozzá és el tőle. Úgyhogy az egy feladat. Fizikailag, bocsánat, hogy szóval, fizikailag hogy készültök egy ilyen hosszú útra? Hát róla az tudjuk, hogy szereted, ugye? Hát igen, de nem azért lehet. Valahogy a kondit karban kell tartani. Persze. Hát az ember folyamatosan sportol valamit. Adott esetben én gázmaszkba beöltözve köszörültem a hajóba, ez nagyon jó sport. Menet közben sok mindent felszed az ember, de nem lehet erre úgy felkészülni, hogy most két hónap múlva megyek, és akkor elkezdek bicepszelni valahol egy fitness teremben. Életmű mindenkinek. A Konrád is triatlonista volt, hegyi bringás volt, vitorlázó volt, sok minden volt, és fantasztikus fizikuma van. Én 50 évig sportoltam fizikai sportokat, úgyhogy nem ért semmiféle meglepetés. Hamar visszajön, az izmaid emlékeznek. Tehát az, hogy én előtte jöjjek, menjek, futkározzak, súlyozzak, teljesen fölösleges, itt mással kell készülni. Nos, ahogy hallgatlak téged, azért azon gondolkozom, hogy te egy elég racionális pali vagy, aki tudja, hogy helyén kell kezelni az érzelmeket, nem kell túl sokat, munka van, meg kell csinálni, hajózni kell, túl kell élni. De mégis volt olyan pont ebben a 110 napban, amikor a természet lenyűgözött, amikor megálltál egy pillanatra, amikor közelebb kerültél ahhoz, amiben hiszel, amikor rácsodálkoztál, hogy úristen, itt vagyunk, és amit látok, az fantasztikus, ami nekünk nyilván értelmezhetetlen, mert az ember ilyet nem lát, sajnos, bár csak egyszer láthatnánk, de amire te is azt mondtad, hogy na, ez egy szép pillanat, vagy egy megható pillanat. Folyamatos? Folyamatos. A természet folyamatosan lenyűgöz. Amikor megmutatja, lenyűgöz, hogy milyen erős, vagy milyen szép. Folyamatosan azt érzed, hogy epizód vagy benne, nem vagy otthon, a természet az működik, irdatlan energiák és erők mozognak, és az egyetlen feladat, hogy valahogy megúszd. Aki oda megy nagy fityekkel, hogy ő majd jól legyőzi a természetet, az vagy bolond, vagy meghal. Annyira hatalmas, annyira markáns, annyira érzed, hogy alattad 5000 méter víz, körülötted 1000 kilométerekre semmi, fölötted a jóisten, és jönnek a felhők, és én Zeus papával, és mit tudom én, folyamatosan kommunikáltam, igen, hát nevezzük bárminek, de előbb-utóbb rájössz, hogy mindig magaddal beszélgetsz, mert hát senki nem válaszol, magadnak válaszolsz, egyébként meg non-stop lenyűgöző a természet. Ha egyszer kipróbálnék egy ilyet, nyilván nem 110 napig, mert az ember nem tudja végigcsinálni, nincs meg a képesítése, de az pont ez a pillanat, amikor egy olyan viharban lehetsz ott, vagy amikor azt érzed meg, hogy ugye itt az ember azért már viszonylag elhatárolódva él a természettől. Ha fázol, begyújtasz, fedél van a fejed felett, nem érzed. De ott kint a tengeren egyszer csak rájössz, hogy milyen erős a természet, és milyen pici vagy te. És azért ezt megtapasztalni szerintem a legnagyobb tanulás. Nem? Amitől az ember eltávolodik itt a városban. Megváltoztatja az emberek jellemét, úgyhogy alapvetően nekem régi filozófiám, hogy minden politikust egy kis csónakba, áramnapi hideg jelenleme ki kéne lökni egy hétre az óceánra, és másképp gondolkodna azonnal minden erről, főleg az embertársairól. Ez biztos, hogy nevelő hatású, és nagyon mélyen elgondolkozol, és régi mondás ez, hogyha azt akarod, hogy hívővé váljon valaki, akkor vidd ki a tengerre, mert ott azzá válik. Én magam érdekes filozófiával létezem a világban, keresztényként, hívőként, de mégiscsak másban hiszek, de ott kint azért elkezdesz beszélgetni Istennel. Ott nincs kegyelem, ott előbb-utóbb rájössz, hogy rajtad kívül ott van valami szervező erő, aki valamilyen módon ott irányítja a dolgokat, és ebben az egész rendszerben mi ott egy ilyen epizódszerű molekula vagyunk. A legjobban ez érdekelne ebben, hogy ezt egyszer, egy órára, egy napra, három órára, ez annyira markánsan megjelenik a lelkedben, hogy kérdés sem merül fel. Fantasztikus. Szóval nem kell törni a fejedet rajta. Következő túrára a segéderő. Nyilván nem lehet végigcsinálni, még nem is erre gondolom, hogy beülök, csak egyszer egy ilyen vihart az ember átéljen, egy olyan szakavatott ember, amikor meglátod, hogy milyen pici vagy és milyen erős a természet. Azt szerintem megváltoztat egyébként biztos egy életre. Mi a következő, ahova mentek? Megyek. Még igazából a következő idei verseny, két verseny van még nekem, mindegyik páros, de még nem tudom, kivel megyek. A Konrád most dolgozik a saját programján.
Én megyek vissza a hajót átépíteni, és valamikor augusztus végén van egy úgynevezett Fastnet verseny, ez Anglia és Írország alatt ott egy oda-vissza, ez egy nagyon híres és nagyon fontos verseny, benne van a világbajnokságban. Nagyon remélem, hogy elkészülök rá, és október végétől, november elején valamikor, nem tudom még mikor rajtól, ez a Transat Jacques-Vabre, ez egy transatlanti verseny, az még benne van a programunkban, oda is szeretnék elmenni, az már egy hosszabb falat. Ez a kettő van idénre, mind a kettő két személyes. A második után van egy hazaverseny, a szóló verseny, az egy kvalifikációs. Jövő évben meg egy csomó egyéb verseny van még, és felkészülések a Vendée Globe-ra. Mondd vissza. Vendée Globe. Meg is van. Az a leghíresebb földkerülő vitorlás verseny, ott talán egyedül vagytok, ugye? Az szóló. Szóló most a földkerülő, az a legkeményebb. Igen. És a legjobb társaság. Az a legjobb társaság, igen. És hát ott kezdődik az ember embernek lenni, amikor szereti a maga társaságát. De egyébként igen, szóval, hogy itt filozofálunk, de hogy nem vagy többet egyedül egy óránál saját magadban. Mert vagy telefonálsz, vagy e-mailezel, vagy valaki van a környezetben. És van, akit nem hagyhatsz magára a saját társaságába, vagy egyből bajt csinál. És ott vagy a saját fejeddel, a saját gondolataiddal, a saját démonaiddal. Fú, na az is mekkora tanulás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó volt hallgatni. Köszönjük szépen, és hát nagy kalappal a következő versenyekre. Fanándornak köszönjük szépen, 3-4-10 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Lehallgatási botrányba keveredett Németország, felhívtuk Mr. Nógrádit, hogy mondja el nekünk, hogy van az, hogy a németek panaszkodnak, hogy lehallgatták őket az amerikaiak. Majd most kiderült, hogy a németek közben vidáman lehallgatják a franciákat. Újra megtudtuk, mindenki lehallgat mindenkit. Így van. Nem? Illetve megosztotta velünk a top listáját, hogy a politikusok exeivel kapcsolatban, hogy kikkel, mit csinálnak. És hogyan. Igen, Mr. Nógrádi, vele beszélgettünk. Valamint próbáltuk megfejteni azt a hírt, hogy ha a medvét látjuk, mert hogy itt volt Magyarországon ugye a medve, akkor táncoljunk és énekeljünk, mert a medve megismeri, hogy mi emberek vagyunk. Eljátszottunk a gondolattal, mi lenne, ha összefutnánk valamelyik magyar erdőben ezzel a medvével, énekelni és táncolni kezdenénk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hívjuk már is a naphallgatóját. Csabi, hello, jó reggelt. Köszönöm. Jó reggelt, szevasztok, brum brum. Ugye? Nem sikerült Anna. Mi újság, Csabikám, addig ajánlj valami jó zenét, fordítva a sorrendem. Én nagyon-nagyon röhögtem ezen a medvés történeten, és egy magyar dalt ajánlok mindenkinek a figyelmébe, hogy eszébe jusson mindenkinek a találkozók medvével, a Csillagtalan, ez a Lotfi Beggy és a Margaret Islandnek a közös lasslágere. Meghallgatjuk. Ezt is hívjuk a hallgatóját. Morning Show? Az bizony. De jó vagy. Jó reggelt. Sziasztok, hello, hello. Hello, Suszti? Igen, én vagyok az. Hello, hát egy szörnyű szójátékot írtál nekünk, de szerettük egyébként. Köszönöm. És ezzel teletél a nap hallgatója, hát akkora közhely, de vártuk, hogy valaki elsüsse. Ha lehet esetleg kérdezni a mai vendégtől, akkor azt kérdezném, hogy a hajód ugye fa, Nándor? Nagyon fáradt. Rettenetesen fáradt. Megcsikordultak a fogak a stúdióban. Igen, igen. De szerettük úgy, hogy te vagy a nap hallgatója. Köszönöm szépen nektek. Hol hallgatsz minket? Most éppen a 9. kerületben vagyok én is, mint ti. 9. kerületben. Jó van. Köszönjük, hogy minket hallgatsz, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Szép hatot. Ciao. Ciao. Hello, hello. Nem elfelejteni, drága Morning Show hallgatók, jövő héten hétfőn Sopronban kezdünk, a Deák téren, aztán Kecskemét Deák tér, Bajatót Kálmán tér, Salgótarján, Főtér és Budapest Árkád üzletház. Jövő héten hétfőn nagy országjáró turnéra indulunk. Sopron az első állomás, május 11. Deák tér. Irigykedsz, mi? Nem jöhetsz. Esténként nem fogtok inni semmit, fogadjunk. Semmit soha. Csabi, a kívánság műsorra 555-55-00, ez a telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! És uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.